Hello, no, szépen, ez pedig nem más, mint a Minecraft Let's Play sorozatunk következő epizódja. Hol vannak a mausaim? A A királyodás mausaim vannak, úgyhogy mindenki maradjon csöndben. És ez pedig itt a vidőrnek a kége. A, uh, ott, ott dolgozna majd a vidőr. ez pedig körbe ilyen önjavító fal, ezt már az előző epizódban mutattam, uh, ez már az előző epizódban készült, azt hiszem, azt mondhatom, hogy Tomi azóta befejezte. Uh... Ha ez jó, azzal nem ütjük ki. Igen, ez, ez viszonylag befejezetnek tekinthető. Van még némi apró meló ezzel, hogy ez így elkészüljön, de ez majd a jövő zenéje. A mai nap pedig igazából bármivel is készültem volna, bármit is csináltam volna, szívesen. Uh... Bármit, tényleg, tényleg bár... oh, Istenem, nem sikerült is jól beállítani a komment szekciót. Uh... Szóval bármit is csináltam volna nagyon, nagyon szívesen, ez nem történik most meg, ugyanis gyémántot kell bányásznunk. Tehát, hogy most konkrétan gyémántot kell bányásznunk. A nem lévő papírt azt még elseftelem falusiakkal, de utána összeszedünk szépen egy adag cuccot, ugyanis a múltkor sikerült elvesztenem mindenemet, ha esetleg valaki lemaradt, akkor azt mindenféleképpen érdemes csekkolni. Az nagyon vicces volt. Öh, nem volt annyira vicces, inkább cserében nagyon, nagyon fájdalmas volt. Látszik így az asztalnak a széle? Nem, nem látszik. Uh, Oké, okay, szóval nagyon-nagyon fájdalmas volt. Úgyhogy már csak azért is mindenféleképpen érdemes csekkolni a dolgot. És a mai nap folyamán pedig elkocogunk és gyémántot fogunk szerezni. Uh, alapvetően igazából nem csak arra, hogy újraépítsem a cucaimat, meg a felszereléseimet. Uh, alapvetően egyébként elég sok mindent megszereztünk, de hogy úgy alapvetően legyen valami gyémántunk, mert hogy igazából jelenleg nincs. Mert hogy jelenleg olyannyira nincs gyémántunk, hogy így, így sem ennyi szinte. Ami így azért nagyon durva belegondolni a dologba. A zöld háttér. Mi a baj a zöld háttérre? A sarka. Ez egy... Á, ah, nem jó. Úgy. Mutasd meg a krumpli farmod. A a krumpli, de miért mutassa meg a krumpli farmomat? Mert mint hogy hála az egy krumpli farm farma az egyik olyan önfenntartó rendszer, amit így egyszer megépítettem, és azóta bottal se kell böködnöm. És ez így nekem, nekem így ez azért így elég kényelmes. Ne uh, nagyon szépen köszönöm Vikingnek a donation-t, üdvözöllek újra itt, üdv Sirius, Csippant a fostagalombom, hogy ismét ténykedsz Bár én épp vagyok és Nem láthatom Élőben majd holnap visszanézem Sok gyémántot kívánj nekem, jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon király vagy, hogy nem is tudod nézni, de még úgy is küldesz egy kis donation, nagyon, nagyon király vagy nagyon, nagyon szépen köszönöm, és, és Jó munkát, amit most nem hallasz, de majd ha visszanézed Akkor hallod, hogy, hogy jó munkát És akkor tudod, mit akkor előre Mondjuk holnapra is jó munkát Na ehhez mit szólsz? Gyémánteszközöket eszközöket tudsz vásárolni a falusiaktól? Igen, gyément eszközöket vásároltam egy csomó mindent, viszont nem lehet a falusiaktól vásárolni gyémánt gyément nadrágot, gyémánt lábbelit, nem lehet a falusiaktól gyément sisak- szóval nem lehet gyément sisakot, nem lehet ö Szóval egy csomó mindent nem lehet alapvetően vásárolni a falusiaktól. Tehát ugye sajnos ez nem ennyire egyszerű, hogy hogy tudunk, izé, gyémánt felszerelést venni a falusiaktól. Ki vannak maxolva, nem lehet teljes gyémánt szettet venni tőlük. Illetve, uh, egyébként cuccokat igen. Cuccokat alapvetően igen, úgyhogy valószínűleg azokat nem fogom kraftolni. Tehát ilyen baltát, csákányt, ilyeneket szerintem többet nem fogok kraftolni amúgy valószínűleg ezt nem fogom felejteni, és valószínűleg egyszer csak reflexből craftolni fogok, mindenki nyugodjon meg, de ettől függetlenül a cél az az, hogy, hogy ne craftoljak fölöslegesen. Mert egyébként ebben viszont teljesen igazad van, hogy, hogy ugye ezekre ráncsantolhatnék én gyakorlatilag utólag. És, és ilyenek, de páncél tekintetében nem tudunk sajnos. Hogy raktad ebbe a villagereket? Na, az egy nagyon vicces epizód volt. Nem tudom, hanyadik. Uh, nem mostanság volt, de ez egy, Igen, van pár van pár gyémet, mert már mert azt tudok venni egyébként. Uh, az nem mostanság történt, de ez egy nagyon-nagyon vicces sztori volt. Uh, az a lényeg egyébként, hogy olyan helyen uh, születtek, tehát olyan helyen spanoltak gyakorlatilag a villagerek. Mennyibe kerül egy gyémántsákkány, mert akkor veszek egy jobb állapotú gyémántsákkányt. Mert még ez egy elég jó gyémántsákkány. Hogy a szinten a 27-es szinten van. Megpróbálok venni valami gyémántságait. Öh, tehát öh, ott, öh, ott spanolnak fönt, miért tudom mutatni. A, lehet, hogy innen nem tudom megmutatni. Én nem, viszont már igen. A, ott spanolnak a, a falusiak. Szép, Oké. Okay. Szóval ott spanolnak az falusiak. Ők azok ott a szülők, azok ott a gyerekek. És onnan van egy rendszer, ami leejti gyakorlatilag a falusiakat ide és innentől kezdve egy vizes rendszer helyezi előket és a nyitott kapunál fognak lásni. Tehát, hogy gyak gyakorlatilag így, így ennyi. Ennyi igazából a kalandja. Most itt, itt volt valahol azt hiszem egy nagyon jó csákány, amit, amit lehetett venni. Lehet ne, nem itt. Itt valamelyiknél talán. Volt egy efficiency és unbreaking, meg volt, de volt egy másik, ami talán jobb is. Én nem, ez egy balta akkor lehet, hogy te voltál a jobb csákkány. Csak 13 ember állt, ráadásul még csak... Le kéne szoknom arról, hogy nyomva tartom a shiftet. Alapvetően le kéne szoknom arról, hogy, hogy nyomva tartom a, a shiftet. Hallottam el, hogy kereskedésbe jött a Pocket edition -be. Az tök jó. Egyébként megvan a Pocket Edition amúgy, meglepődnétek. Megvan a Pocket Edition, de még sohasem játszottam vele ö, sokat. Fortune, Efficiency, Unbreaking. Szerintem ezekkel ezt már nem lehet fejleszteni. Szerintem ezekkel ezt már nem lehet fejleszteni. 3, 3. Igen, ez pontosan ugyanaz, csak feljavítja. Mit szólsz az 1.12-höz? Én jelenleg nem tudok róla nagyon sokat. Én igazából inkább azt mondanám, hogy ó, ha szereztünk gyémántot, akkor megkeresünk egy ilyen woodland dolgot, ami igazából nem tudom feltétlenül, hogy működik, szóval előttem van éjszak, hát a mögött dél, balra, a jobbra pedig kell, ami azt jelenti, hogy abba az irányba lenne a woodland, de azt nem tudom, hogy milyen messze. Nem mindegy. Ö, szóval hogy ezt egyszer majd elintézzük. Ö, ezt ki lehet rakni falra? Ha csinálunk ilyen item keret, item frame-et. Ezt is ki lehet rakni. Uh, szóval, uh, ja, viszont, uh, viszont most ezelőtt mindenképpen elmegyünk gémántat keresni. Megbeszéltük a múltkor, ez is lett a stream címe. Alapvetően nem is hiába lett ez a stream címe, úgyhogy... Ennyivel el lenne késve a stream, hogy még csak most látjátok a... Azt, hogy megvettem egy halom csákányt, teljesen indokolatlanul, nyilvánvalóan megint shift-tel belekattintva, ami egyébként elő szokott velem fordulni. Ezt a... Aki nézi ezt a streamet rendszeresen, az pontosan tudja, hogy nem ez volt az első eset. És valószínűleg nem ez volt az utolsó se, amikor... Hát amikor sajnos úgy alakult, hogy... Ez így készül? Igen, ez így készül hogy vettem a, a szükségesnél valamennyivel több csákányt. És a szükségesnél valamennyivel több csákányra azt értjük, hogy a szükségesnél sokkal-sokkal több csákányt vettem. Sokkal, de sokkal több csákányt vettem. De mindegy, ezt megcsináltam már mindenfél évvel, tehát melvértekkel, ilyenek. Ez kifejezetten ronda itt egyébként. Jó, itt hagyjuk. Fordítsd meg a csákányt az ülőben. Ö, jó, ezt várj, ezt kipróbálom, mert ez izginek hangzik, de hogy... Ö, Szerintem nem lesz akkor sem más Tehát hogy ez és ez, ezek, szerintem ezek ki vannak maxolva, ezek az értékek Efficiency 4, Unbreaking 3 Efficiency 4, igen de hogy lekerül róla, várjál Efficiency 4, Unbreaking 3, más sorrendben írja ki, de hogy ez ugyanaz Igen ez ugyanaz, ez abszolút ugyanaz Úgyhogy ez, ez így marad Uh, a a chatbe is kiderül, mennyi a delay. Ez nem rossz ötlet egyébként. Miért van ekkora rend a ládákban? Valószínűleg azért, mert Tomi rendet rakott. Uh, én nem, de valószínűleg Tomi rendet rakott. Valamelyik nap, amikor játszott. Ugye ő most, mivel Realmen van kihoztól, vagy akkor retleg ez a cucc, azért ugye ő most... Ah, nem öntöttem le az egérpadomat Dávol. teával. Uh. Csinálj egy hatalmas fali térképet a bázisodról. Ez egyébként, ez nem lenne rossz ötlet. De olyan, hogy ilyen, ilyen nagyon közeli, detailed, ilyen részletes map a, a bázisom körüli részről, de hogy úgy nagy a kiterjedése, hogy hogy, hogy, nagyon sok térkép van egymás mellett. Azt mondjuk, azért elég király jön ezen. Jó, mi kell nekünk? Kell egy ilyen csákány. Kell egy ilyen csákány. Ezek a cuccok itt nem kellenek. Ezek a cuccok mennek ide, meg ide. A... Ez Black Wool. ez nem ide megy. Azt hittem, ez szén. A Black Wool, az ide megy. Jó, a... ez nem kell, ez megy a rákba. A... Az iránytűből viszünk egyet, azt nem tudom feltétlenül nektek megmondani így, teljes őszintességgel, hogy miért van ennyi. Ah, valószínűleg vettem valamihez, amihez nem kellett volna, de mindegy, ez, nem ez lenne szintén az első eset, hogy ez történik. Úgyhogy azt kéne kitalálni, hogy melyik ládába kerüljön. Így, nézd, így már jó is. Az olló nem kell. Aj, kéne még egy szerszámos láda. Nézzétek már meg ezeket, tehát a nagy része nem jó semmire. Ezt, 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 ezt. Milyen n-csatok vannak rajta? Efficiency 4. Ezeket nem is lehet összerakni, ugye? Ment, hogy így, tehát, hogy mondjuk egy ilyet, egy ilyennel, azt így nem is lehet összerakni. Aha, hát akkor... Srácok. Jó, nem, csak nem csak arany nuggetet a, a, az arany csákányaimból. Mert azért az... Annyira nem vagyunk burzsúlyak. Jó, és akkor... Most jön az, hogy le kéne rakni valahova a bört is. Mhm. Mm Jó, akkor ezt az egy fekete gyapjút, ezt azt hiszem, hogy inkább kidobom. M megyek -e a mansionbe? Megyek majd egyébként nem feltétlenül ma. De szerintem nem fogok tudni olyan sokáig gyémántot vadászni, hogy ne menjek ma egyébként. elindulhatunk a mansionbe, tehát részemről elindulhatunk a mansionbe, de, de fel kéne készülni meg ilyenek, az meg hát értitek. Jó, és akkor most van-e nálam még építőanyagok vannak, meg a fekete gyapjú. Jó, akkor ezt a kettőt ezt kiveszem. Ezekből kiveszem a rakétákat, amik jelenleg sajnos nem funkcionálnak. Ez valószínűleg kiderülhetett mindenkinek. A többi cuccot viszont nem, mert hogy azokra még lehet szükségem. A bőr az nyilvánvalóan van azért lett volna, hogy a szárnyat javítsam, a horgászbot, jó, akkor csak lerakom a... Kéne szerezni megint egyébként szárnyat. Kéne szerezni, kéne szerezni megint izét szárnyat. Jó, ez megvan, és az a kérdés, hogy hol a rákba tartom az izémet. Az Ender Nem, az Ender elvesztettem. Hála az égnek, nyilván megint elvesztettem az Ender semmi baj. Készítünk megint egyet. Mert abszolút, abszolút nem jellemző egyébként, hogy minden egyes alkalommal, amikor elmegyek valahova, elvesztek egy Ender Az a dzsungelház, vagy nem tudom mi, azt, azt hívják máshannak. Uh... Jó, ezt belerakom. Ezeket is kiveszem, mert ezek most aztán tényleg semmit. Pedig egyébként, ha ilyen Ultimate Weapon of War lenne, azért az elég király lenne. Ezt csendesen kisütöm. Veszek még valahol magamhoz valamennyi építőanyagot ebből az elképesztően szép és mindenféleképpen értékes cuccból. Jó. És viszek magammal fákját, és van még nálam fákja. Jó, igazából ez nagyjából így elég is. Tehát kajak kell emellé még, ami kész. Mi történt a szárnyal? A legjobb kér. Én mondtam, hogy nem lehet kiszedni széktács nélkül. Te jó Isten, én mondtam, hogy nem lehet kiszedni széktács nélkül. Múltkor láthatok velem vitatkozni a cseten, hogy ki lehet -e szedni touch nélkül. Nem lehet kiszedni szírtecs nélkül. Teljesen egyértelműen nem lehet kiszedni szírtecs nélkül. Na mindegy, uh, igazából mehetünk is. Oh, azt hiszem mehetünk, sőt, tudjátok mit? Annyira igazi úr vagyok, hogy csak előkapok egy jobb állapotú. Ne, ezen fire protection van. Olyan kéne, ami nem fire protection van. Mert hogy azért... Mindegy, akkor nem vagyok igazi úr. Mindegy viszek magammal egyet, nem viszek magammal egyet, jó lesz. Halló tedd le. Uh, nincs széktácsod. Mi az a széktács? Miért van idézőjelekben a széktács? Mi a rák az a széktács? Jó, nagyjából azt hiszem ennyi az, amit akartunk vinni. A korben Dallasnak is nagyon szépen köszönöm a Szia, tudod mi a szőnyeg a lámák hátán? Mending. Jaj, <tosz> no, ne, de miért kell ez? Miért nem használod az aranycsákányokat bányászáshoz? Az a helyzet, hogy ez... Uh, sose eszem, vagy actually használjam azokat a vackokat. Mindig megállapítottam, hogy az ez nagyon gyorsan kopik, de hogy... Uh, igazából még mindig jobb, hogyha elhasználódik nálam. Mint ha... Nem, tudom, a magok miért vannak nálam? Ö, még mindig jobb, ha itt nálam, mintha csak foglalja a helyet. De szilktácsos falusink az van? Nem? Hé, hey, srác. Jó, ezzel az ajtóval csinálunk valamit. Oké, okay, ez egyre rosszabb. Jó, ezzel az ajtóval csinálunk valamit. Ez Ezzel, ezzel az ajtó Nem, ezzel az ajtóval csinálunk valamit. Van éja. -e nincs ilyen. Ez például tök jó, hogy kiderült. Elveszett Bilbo! Jó, akkor most karddal megyünk, mert mert azt össze kéne rakni. Tehát hogy akkor össze kéne rakni egy jó iljat. Viszont ahhoz most nincs elég XP. m Úgyhogy most csapatjuk kardal. Nyilván ezt őket nem akarok pazarolni igazából. Nem tudom, hogy melyik irányba indultunk el. A múltkor abban az irányba indultunk el, azt tudom. Nem abba az irányba indultunk el bányászni, amelyik irányba? most De én nem tudom, hogy ebbe az irányba van-e bánya? Na, én nem, majd találunk valamit Kultfilm Igen, van, tudsz venni Ö, tudok venni Ja, most nincs nálam, de most igazából nem is kell se- Ó, oh, emlékeztek, amikor megkérdeztem, hogy nem tudom Nem raktam le ezt? De ezt leraktam, nem? Én de egy, hagyjuk is Nincs több kérdésem a saját teljesítményemmel kapcsolatban. Uh, he hello? Ez egy ilyen rendkívül királybarlangnak tűnik, ami viszonylag hamar, viszonylag veszélyes helybe futott bele egyébként, ha engem kérdez. Ó, oh, ez lehetne például egy arancsákkányjal. Tyum, tyum. És már is két. Bilbo 3.0. Egyébként igen, ott, ott tartunk, hogy össze kell hozni Bilbo 3.0-et, de akkor azt csináljuk, hogy a következő epizódra, ami tervek szerint a csütörtök jelenleg. Hát ez viszonylag gyors volt. Elnézést, amikor nem hoztam vizet? Túléltük. Nem tudom hogyan. Nem tudom, hogyan leginkább Hú, ez a fire protection azért az oda kellett Jó, akkor ezt túléltük, mehetünk is tovább, ez csodás volt Ezt a lábát innen, ezt, ezt így el lehetne takarítani Nem ezzel a módszerrel, ezzel a módszerrel aztán nem De hogy így egyébként így el lehetne takarítani Megéri az i5-7400-as Proci A nem tudok róla sokat Ez ilyen nagyon rosszul hangozhat, én nem nem nagyon tudok róla, úgyhogy nem tudok így egyértelműen nyilatkozni. Azt tudom, hogy alapvetően egy csomó feladatra ilyen játék tekintetében, gaming tekintetében bőven elég csak egy I5-ös processzor, nem kell feltétlenül izével kalkulálni, I7-essel. Ugye nyilvánvalóan ez a stream és a content gyártásnál jön be. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy lejövök így nélkül? Következő ilyennél szóljatok, hogy ne. Nem hiába éltem eddig ilyen békés eszközökkel, vagy békés, békés körülmények között, mert hogy gyakorlatilag mindenkit csak szépen agyon lőttem. Nagyon-nagyon messziről. Nem mentem oda, nem kezdtem el vigéckedni, arcoskodni. Ne, 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 ne nem, Semmi ilyesmi, csak simán, kicsit izé... Miért viszek haza olyan vasat? Ez az örök, örök kérdése egyébként ennek a streamnek. Melyre a válasz az, hogy nem viszek hazavasat? vasat. Ugyanis nem esett ki vas. Mi a kavics? Jó, a szén. Szén kiesik. Nagyon jó. Nem szedtem ki az aranyat? Csak ki akartam szedni az aranyat? De hát... Oké, okay, most itt valami baj van, mert hogy a vasat se szedte ki, meg az aranyat se szedte ki. Mit tudsz te? Fortune, Efficiency, Unbreaking. Miért nem szedte ki? Miért nem? Szedte ki vajon? Oké, okay, ez most. Éreztem én, hogy ez, uh, ez csodás, csodás lesz. Csodás, gyere, csodás lesz és nagyon-nagyon gyors. Ah, ezt miért Leginkább nem ne. Illetve visszünk magunkkal egy vödör vizet. Ha már így a... Ha már így van egy halom vödrünk valamelyik ládában. Ah, oh, boy, boy, boy. Szóval visszünk magunkkal egy vödör vizet. Leginkább a miért ne vonalon. Egy kicsit egyébként para az, amikor az ember hozzászokik ahhoz, hogy milyen felszerelése van, és aztán így nincs. Mármint hogy ez ilyen. Tudjátok, amikor így kimentek, és így feltételezitek, hogy így... jaj, egy szébe, egy Creeper robbanásban nem halunk bele, és így. Á, de! A Creeper robbanásba is belehalunk. Elmúltak azok az idők, amikor ilyen dolgokat félváról vehettem, mint Creeper robbanások, ugyanis elvesztettem, hogy nyilvánvalóan az összes páncélomat, amik voltak, és azok olyan, azok nem csak az volt lépként bennük a kemény, hogy azok gyémántfelszerelések felszerelések voltak, hanem hogy azok ilyen nagyon durván encsantolt cuccok voltak amúgy. Uh, hol volt a barlang? Itt, uh, itt lementem? Hmm. Tomi belépett, meg Tomi kilépett. Ah, na mindegy, valahol itt kell, valahol itt kell lennie, nem, nem lehet annyira messze. Mintha nem ezen a kör... ah, zombi... Nem ezen a környéken volt valahol? Lehet, hogy oda nem mentem... Nem... Nem már! Ez előbb azonnal megtaláltam, most meg nem találtam meg! Nem találom meg sehol! Jó, ez nem, ez tökre nem ott van. Ah, oh boy. Ah, oh boy. Túl régóta, túl nyugodtan telt már ez egyébként ez a végigjátszás sorozat. És mint ilyen várható volt, hogy mostantól így egy pár héten keresztül elkezd szivatni. És akkor most így megéljük ezt a pár hetet. Amilyen nagyon vidám. Nem találjuk meg azt a barlangot, ami. amit az előbb megtaláltunk azonnal. De tényleg csak feljöttünk egy dombra, és ott volt egy lyuk. A föl ott egy lyuk a földön. Nagyon jó, nagyon jó, ez bizony az. Ez bizony az. Jó, akkor most jön itt az izgalmas kérdés, itt hogy jutunk le. Nagyon jó, hát minden a legnagyobb rendben van. Jó, és... nem egy tippem, hogy nem arra mentünk. Hanem erre. És itt, itt, itt szedtük ki a vasat. Jó, nem voltunk egyáltalán messze, szóval, hogy nincs... Értitek, para. Remélem. Legalábbis. Jó, kezd egyre királyú sötétebb lenni. Jó, akkor gyorsan ezeket vegyük föl, mert szemmel láthatóan nem védenek semmitől egyébként. A kardot tegyük a kezünkbe, a vizet tegyük a kezünkbe, és találjuk ki, hogy pontosan miért nem szedett ki semmit az csekkányunk. Oké, okay, ezt most egy kicsit kivilágítjuk. Tudjátok, ne ugorjon! Oh, hello. Hello, Ferenc. Hogy vagy? Jó, nagyon jó. Nagyon jól csinálod. Oké. Okay. Oh. Ez egy nagyon mint gondoltam. Jó, mehetünk vissza. A... Nem is az a kérdés, hogy miért nem szedte ki... Mert ez kiszedi. De hogy a vasat... És az aranyat nem szedte ki az arancsákeny, de nem szedi ki. Elvesztettem 27 szintet, jó a szint, ezt tudjátok, hogy ez nem érdekel. Ez nem hardcore, hogy itt tudjátok így számolgassuk a szinteket. Leugrok szépen az XP farmba. Azt hiszem itt, itt elvek, elvekről van szó. Szóval ez? Ez dob. Ez miért nem dob? Az arancsákenyen nem lehet kiszedni a vasat? Mekkora rossz? Miért szedem ki a vasat? Ismételtem felteszem a kérdést egyébként. Határozottan ismételtem felteszem a kérdést. Az arancsákány nem szed ki izét? Nem szed ki vasat? Az mi durva már? Én ezt tökre nem tudtam. Azt hittem, hogy az ö, ilyen téren olyan mint, a, olyan, mint a vas. Hogy az is kiszed így mindent. Csak ö, sokkal gyorsabban kopik. De hogy, de hogy nem. Ez mennyire durva már? Ó, oh, hát ez remek. A... Ide építhetnénk közelebbre egy XP farmot. De miért építenénk közelebbre egy XP farmot, ha már több módszerünk van arra, hogy hogyan érjük el az XP farmunkat? Lehet, hogy nem építünk közelebbre egy XP farmot teljesen felesleges lenne közelebbre építeni egy XP farmot. És annyi XP farmunk van, mint igen a csillag. És igazából megvan van oldva már a közlekedés. Az egész projekt teljesen felesleges lenne. Viszont lehet, hogy velük arcoskodni is az. Hogy lehet a bázishoz ennyire közel egy spawner, úgy, hogy eddig még nem találtam meg? Ez csak nekem ilyen rejtély? Valószínűleg igen. Valószínűleg csak nekem rejtély. De ráadásul úgy, hogy itt van a bázis ajtajában a bejárat. Na ide, szóval fenntartom azt, hogy annyi spawnerünk van, mint igen a csillag, meg annyi XP farmunk van. De valaki azt mondja, hogy kiszedi, de hát láttad, hogy most épp magunk előtt látod, hogy nem szedi ki. Na ide, szóval ide építhetnénk egy spawnert amúgy, hogyha is szeretnénk így közelebb hozni magunkhoz ezt az egész dolgot. De hogy alapvetően nem szeretnénk feltétlenül közelebb hozni, tehát hogy most mi a rákér építjünk még egy ugyanolyan spawnert. Az azért ilyen... Az ilyen elég nehezen megmagyarázható dolog lenne. XP farmot a népnek. Nem, nem ez a helyes kifejezés. A helyes kifejezés az lenne, hogy még egy XP farmot a népnek. Mert hogy ez... Ez bizony kérem szépen az a sokadik XP farmunk. Három... Ez lenne a harmadik XP farmunk? Talán. És nagyon-nagyon szeretnék a nézők, hogy építsek egy vagy sokan a nézők közül kinek nem inge vegyen pórót. Szóval nagyon-nagyon sokan szeretnék a nézők közül, hogy építsek egy... Ö... egy B -b Enderman XP farmot is, ami... Szóval az nem feltétlenül az a műfaj, ami így, értitek, tehát amely mellé még építünk egy halom XP farmot. szeretné Szeretnénk közelebbre is, mert lusták vagyunk. De nem is vagyunk lusták. Uh, Edmornak is nagyon szépen köszönöm a donation uh, Köszönöm a vidám pillanatokat. Az arany, egyenlő fa, diát keresni legjobb módon a 12... Uh, nagyon régóta Minecraft azok, ez a rész hidd el, hogy megvan. Uh, kettő blokk kihagyással ás sorokat, uh, az öt magasságig, uh, hajrá és sok sikert, Fornarnia, a Fornarnia részt a végén ezt így nem tudom feltétlenül hova kötni, de nagyon szépen köszönöm a donation Azt, hogy hol lehet gyémántot találni, az a rész ez nyilván megvan. Most nem vagyok benne biztos, hogy nem barlang felfedezéssel szeretnék oda eljutni, mert alapvetően nyilvánvalóan a brute force megoldás az az, hogy egyszerűen lemegyünk, és elkezdünk lyukakat meg vájatokat ásni, csak azért az... Ezt nem tudom, hogy nézni mennyire izgi. Nekem az lenne a tippem, hogy hát sem egy... Oh, hello? Azt hiszed mi? Agyon verlek egy vödör vízzel! Meg egy vödör egy kockával. Oké. Okay. Ó, oh, nem! Ó, oh, ez uh, sokkal jobban ment, mint gondoltam. Még. Egyelőre. Ezt... Uh, ezt egy ilyen Minecraftos, ilyen... Uh, Minecraft story módos ilyen effektel a körbeépíteném. Tudjátok, amikor ilyen nagyon gyorsan építésnek csak a hotkit kell hozzá nyomni. Minél több XP farm, hát, uh, annál jobb. Jó, értem. Én, én, alapvetően mindent értek, és mindenre teljesen nyitott vagyok, de srácok, ez lenne a harmadik XP farmunk, amiből a kettő pontosan ugyanolyan lenne. Márint értitek, tehát hogy amiből a kettő pontosan ugyanolyan lenne. Tudom, most van a szerverem. Igen, tudom, van a szerverem. A... Uh... Mert hogy valószínűleg erre nincsen hirtelen egy jobb design, hogy hogyan lehetne jobban megépíteni egy, egy XP. A következő kérdésem, hogy miért viszek ki szenet, amikor annyi vödröm van, mint igen, a csinál... Mindegy, itt mit csináljunk úgy, mintha ezek a kérdések egyébként nem lennének fontosak, és azért viszek föl szenet, mert szeretnék. Tehát ez, ez, most itt jelenleg a hivatalos szakvélemény arról, és egyébként is egy csomó ideje nem vittem már szenettől, szóval most, de most már itt nincs annyira sok. Egyébként tényleg nincs szerünk annyira sok. Ha gyártanánk szenet, ha lenne automatikus fa, ö, fa farm, ami nincs egyébként, mert nem lehet elültetni automatikusan fát, de hogyha lenne automatikus fa farm, akkor valószínűleg építenék egy automatikus szén gyártósort is. Egyébként, ö, néztem... Uh, hoz nekem, Tom egy kiment páncél. Uh, de hogy én alapvetően valószínűleg túlélem. Szóval néztem Ethónak a gameplay és a Let's Play sorozatában most egy részt. Uh, régen néztem sokat egyébként. Uh, régen tényleg egyébként elég sokat néztem. Uh... Ő egy ilyen nagyon-nagyon régóta futó, de ilyen tudjátok, ilyen nagyon-nagyon régóta futó, ilyen nem tudom hány verzió óta futó sorozata van, és nagyon-nagyon király egyébként, nagyon király dolgokon gondolkozik, és hogy most például azon dolgozik, hogy nem, a, nem szénnel akar fűteni, mert hogy azt nem lehet előállítani, vagy nem szénnel akar égetni dolgokat, mert azt nem lehet előállítani elég gyorsan, hanem valami nagyon könnyen előállítható dolgot keres, a faszén az alapvetően értékében rossz, tehát így kiszámolta, hogy mit tudom mennyi fából, mennyi cucc, értének, mennyi sül ki, ilyenek. És hogy arra jutott, hogy a gombának a nagy gombára, tehát a nagyra nőtt gombának a törzse az, ami... ami a, ami a, ami a, ami a lehető legjobb. Vagy így, így elméletileg az, a, az az egyik lehető legjobb. És... És most azon, azon dolgozott abban a videóban, amit láttam hogy építsen egy gomba farmot, ahol így gomba blokkokból. Hello! mielőtt mielő megy a bujkálás. Szóval, ahol ilyen gomba blokkokból... Uh, Csinál a fűtést. És hogy elméletileg egy gomba blokk az annyit fűt ki, mint egy plank, de hogy nagyobb mennyiségben lehet gyártani, és hogy ilyen tök érdekes rendszeren dolgozik egyébként most nem tudom mi van éppen szóval, hogy ilyen tök érdekes rendszeren dolgozik, ami mindegy, ami úgy néz ki, hogy egy adott területet kialakít, ahol így reménykedik abban, hogy átszpanolnak előbb vagy utóbb a gombák, és mellette pedig A oh boy, a oh boy, a oh boy. Nincs semmi, semmilyen építkezés. Tehát, hogy úgy néz ki a rendszer, és nekem tökre tetszik egyébként, és ezen tökre gondolkoztam, mondjuk én nem feltétlenül gondolkoztam azon, hogy át kéne állni gombával való fűtésre, de amúgy, hogyha építünk egy nagy automatikus sütőt, akkor igazából miért ne? Tehát, hogy akkor, akkor ahhoz lehetne logikusan úgy, úgy hozzáállni, hogy értitek ilyen, tehát, hogy így, így megépítve rendesen a dolgot. És úgy néz neki a dolog, hogy Ilyen föld alá helyez uh, lyukakat, amik mellett van Dispenser, ami adagolja a bombielt. Ugye ez most egy képessége a Dispensernek, vagy a droppernek, nem tudom melyik adagolja igazából jelenleg éppen jól a hogy uh, nem adagol akkor, ha nincs előtte semmi. Ami azt jelenti, ugye, hogy hogy mehet folyamatosan És abban az esetben, hogyha ha elé egy gomba Mert ugye a gombának van ilyen terjedési sebessége És ő azzal kísérletezett, hogyha megfelelően körbe rakja egyébként ezt az adott területet gombával Akkor előbb vagy utóbb át fog terjedni Abba a lyukba is, ahol ténylegesen várja És ami azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb Nőnek ilyen uh, Szuper nagy uh, gombák És akkor épít egy ilyen nagyobb vacska farmot, ahol ilyen szuper nagy gombákat készít és ezen a részen, ott van -ment, ezen a részen ezt csak néha meg kell jelenni, és csak le kell bontania. És azon is dolgozott egyébként, hogy hogy tudna nagyon gyorsan lebontani, és ezen gondolkoztam, hogy ez mennyire vicces lenne már egy ilyet építeni. Mert tudom, hogy ilyen értitek, tehát, hogy nem feltétlenül a legnagyobb prioritás. Még nagyon régóta kértek egy sütőrendszert, ami olyan, mint ami volt a Hardcore-ban, hogy én csak berakom, és szépen automatikusan sütöget. Igen, ezt tudom, hogy egyébként ilyet kértetek. És hogy most így el is gondolkoztam, hogy így mit tudom én, itt lenne, a, itt lenne az ideje építeni egyet, de hogy valami nagyobb nagyobb hat, hat, hatékonyságú, tehát hogy valamilyen, tudjátok, én nagyon brutálisat. mondjuk most általában így, általában nem nagyon sütünk semmit nagyon sokat, de hogy azért így szoktunk, meg hogyha így előkerülne valami, mit tudom én, üveget kéne sütni, Ó oh boy, ó oh boy, ó oh boy, ezek sokan vannak. Szóval, hogyha üveget kéne sütni, vagy ilyenek, akkor, akkor arra ott az egész, az tök király megoldás lenne. Úgyhogy gondolkoztam ilyenen is, hogy ezt is meg lehetne építeni, és akkor, ha már értitek, akkor miért ne építenénk mi is mellé egy gomba farmot, valamilyen, a valamennyire automatikusat, és, és ez szerintem az mehetne a toronyba is egyébként. Tudom, hogy ott van a gomba, tudom, hogy ott van a gomba, egy gomba, gyémánt tudom, hogy ott van a gyémánt, mindenki nyugodjon meg. Chill van, dudes. Láttam ezt az egy szem gyémántot egyébként, Hát tényleg, tényleg nincsen nagyon sok egyébként. Na, ah, nem már. Komolyan. Csak egy... Ó, nem. Helyes. Nagyon-nagyon... Nagy... Ó, helyes. Nagyon-nagyon helyes. Miért ott nyilvánvaló nevű pattanna? Ó, nagyon-nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. Ez egy takaros gyémánt tömnek minősí, oh -oh. Szóval ez egy takaros gyémánt tömnek minősíthető. ezt innen szépen kispatintjuk, és Viszont az a baj, hogy ennyi nem lesz elegendő, tehát hogy azért ezzel nem úsztuk meg ezt a dolgot. Annak ellenére, hogy hogy, értek, hogy én lennék az a legboldogabb lenne abban az esetben, ha megúszza. Ott oh, a jó Isten. Utálok egyébként bányászni, tehát hogy én, én tényleg nem, én nem, nem feltétlenül szeretek. Sa jó, ez nem feltétlenül sajnos egyébként. Ó, oh, ez még egész sok. Nyilván a követ szeretném fel. 18. 20. 22 gyémánt! Azt kell, hogy mondjam, hogy rendben leszünk. Egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy uh, rendben leszünk. Viszont ha már itt vagyunk, akkor bányászunk. Uh, és, uh, és közben így ez, ezzel gondolkoztam, hogy valószínűleg ez az egyik legfeleslegesebb dolog, amit lehet csinálni ez a gomba farm és uh, automatikus. robbant fel. Nem mindegy. farm és automatikus sütőrendszer. Ez, ez azért alapvetően az egyik legfeleslegesebb dolog, amit így nagyjából lehet csinálni. Bár egyébként nem, ha ilyen nagy mennyiségben akarunk sütni valamilyen projekthez, akkor nem. De hogy valahogy így annyira szeretnék építeni ilyet. És simán lehet úgy, hogy nem fogok soha, de hogy de ez mennyire vicces lenne már. És közé kell egy ilyen nagy Az a baj, hogy ha a toronyba építem, akkor nagyon-nagyon nehéz nagyon-nagyon nagy méret, tehát hogy nagyon-nagyon nagy méretű, vagy nagyon nagy gyártáskapacitású gomba farmat építeni. Automatikusat azt... Szerintem az szinte lehetetlen. Az a helyzet, hogy nem az. Egyáltalán nem lehetetlen. Egyáltalán nem lehetetlen. Szerintem lehet. Teljesen automatikus Mik robbangatnak? Mi a rák? Tomi, ez te vagy? Ö, most azon gondolkoztam el tudom, Ne haragudjatok, hogy így nagyon bebambultam, meg így elkezdtem motyogni, meg ilyenek De hogy most azon gondolkoztam el, hogy Nem Nagyon magas Gyártási sebességgel De hogy lehetne valószínűleg Teljesen automata gomba farmot gyártani, ami. Ó, oh, hogy uh, Ami. Teljesen automatikusan gyárt gomba kockákat. Hát csak ha felrobban a gomba kocka, akkor mit ad? Oké, okay, lehet, hogy nem lehet. Na mindegy, Bencek, nagyon szépen köszönöm a donation-t. Ha gyémántot akarsz találni, akkor a legkönnyebb, ha leásol a bedrockig, és ott kezdesz ásni minden irányba egy 50x50x2-es területen. Nekem 16 gyémánt jött össze, de volt már több is. Ah, nekem 22 anélkül, hogy kiássak egy 50x50x50-es területet. Úgyhogy amondó vagyok, hogy ne haragudj, de lehet, hogy nem ezzel a lehetőséggel élnék, mert mert ez nem tűnik annyira kecsegtetőnek, ha már így erről beszélgetünk. Úgyhogy képzeljétek el egy farmot, ami automatikusan gyárt tüzelőanyagot. Hopp, oh, ne! oké, okay, my bed, my bed, my bad, abszolút ez én volt. Nem ástam, ezért ásom őket mindig körbe, ezért ásom mindig, csak most máshol járt az eszem és nem jár, nem ástam körbe. Viktor ezt a diát szed ki és vitt haza, komolyan. De miért? Hát, ne, de hogy is? De hogy is? Jaj, engem te ne féltsz. Tudom, hogy miért féltesz, és is teljesen is igazad van. De engem te ne Oké, okay, ez további 3G ment, ami lehetett volna ennél lényegesen több is. Ez lehet újraknél nehézsen kinyitni, de durva. Akarok építeni, akarok építeni automatikus... Uh, ...komba farmot, ami automatikusan épít tüzelőanyagot. Az a kérdés, hogy hogyan lehetne a gombát megtörni nem manuálisan. Tehát ugye ez, ez konkrétan a kérdés. Nyilvánvalóan az ultimate válasz a vidör mindig, de hogy de ez nem feltétlenül a legjobb válasz. Nekem már az is jó lenne, ha tömbösítené, és nekem kéne kiszedni, de hogyha egy helyre rendezné tömbösítve. Oh boy, ennek annyira nincsen semmi értelme, amennyire itt tálok előttetek ülök. I have you covered. Uh, de is nagyon szépen köszönöm a donation-t. Üdve Redstone alapok videód nézlek. Eddig nem volt lehetőségem donétálni, de megoldottam a láma kielősítás miatt. Ha már lámák kaphatok majd egy feketét a nevemre. Égnek a lámák. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon király vagy. Hopp. De hogy ilyen, tehát, hogy alapvetően azt ilyenkor így nem szoktam megígérni, csak így, így nagyon így el mert uh, nagyon nehéz visszakeresni a neveket, én meg nem vagyok nagyon jó a megjegyzésében a dolognak, és, uh, és nagyon félek, hogy ha megígérem, akkor olyat ígérek, amit aztán nem tudok betartani. Érted, mire gondolok? És akkor ilyen suta az egész, és mit tudom én. Miért nem pakolok le minden felső? Ezt tudtad az inventory -ből? Mert az úgy túl egyszerű. Igazad tényleg azért, mert túl egyszerű. Egy csomó mindent lepakoltam, csak azóta folyamatosan felvettem innenféle nyersanyagokat, amiknek a halára nincsen kedve igazából. Tehát, hogy ez például így nem is kéne, ez nem érdekel, ez nem érdekel, de azért ez pont érdekel, oké, okay, pont érdekel. Mindegy, szóval kezdjük újra. Ez nem érdekel, ez nem érdekel a, uh, ez nem érdekel, és akkor igazából ennyi volt. Ja, ez nem érdekel. És a többi az nem ilyen teljesen felesleges, csak így nem nagyon fontos. Piston plusz Observer. A rendezésük az igen, tehát hogy a... Abban teljesen biztos vagyok, hogy meg lehet csinálni azt, hogy a... A gombákat, az... Buh! Boy! Hát ez nem volt nagyon messze. Ö, szóval azt biztos vagyok benne, hogy meg lehet csinálni, hogy a gombákat összepakoljuk egy blokkba. Tehát, hogy az, abba, a kapcsolatban teljesen biztos vagyok, az, az biztos, hogy működhet. Erre, mintha lávát látnék átszűrni a falon. Átszűrődni a falon. Ö, tehát, hogy azt meg tudjuk csinálni, hogy egy, egy blokk, egy, egy teremben mondjuk elkezdjük gyűjteni a gombát. Ténylegesen a megsemmisítésével van baj, mert ugye azt a TNT-vel lehetne csinálni amúgy vagy nyilván videóral, de a TNT-vel az a baj, hogy az fogyócik, és jelenleg ráadásul most nem gyártunk uh, gunpudert, ami egy ilyen izgi dolog, de hogy nem gyártunk jelenleg gunpudert. Ez, uh, ez, ez, hogy vala, tehát valamiért abba hagyta a Monster Trap a Gunpowder gyártást, ezt megállapítottuk már többször, nem gyártunk gunpudert. Igaz. Uh, szóval, hogy nem gyártunk gunpudert jelenleg. Uh, de hogy mondom, az is tök jó, hogyha csinálunk egy termet, ahova gyakorlatilag összegyűjtjük a gombát, mint blokkokat, csak az meg valószínűleg egy nagyon komolyan terhel, annyira szeretnék egy mechanikát, hogy blokkot törjünk. Te jó Isten, annyira szeretnék egy mechanikát, hogy blokkot törjünk. Mert tudjátok, valami, valamilyen legális mechanikát. Tehát nem azt, hogy izé, mit tudom én, ha itt így varázsolsz, így meg itt, ay, akkor majd ez így jó lesz. Hanem, hanem valami király, legális mechanikát arra, amit gyakorlatilag a készítők adnak a kezünkbe, hogy hogy legyen egy, legyen egy módszer arra, hogy blokkot törjünk, mert szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne. Egy csomó szerkezet annyira király lenne egyébként, hogyha tudnánk blokkokat törni. Uh, nem kéne ilyen vidarakkel meg ilyenekkel parádézni, ami igazából egy ilyen, csak egy ilyen erődemonstráció azzal a kapcsolatban, jó nézd meg tudom építeni, mert hogy amúgy aztán semmi értelme nincs. Jó, nyilván követ fog termelni, ami meg király, de hogy... Uh... Készíthetném már egy modernebb, igen, fel kéne, fel kéne, újítani a Monster trap fel kéne újítani a Monster trap Ráadásul képzétek el, a legtöbb esetben a monster Trap-eknek az új dizájnja, ezek a levegőbe épülnek, és hogy, hogy nem nekünk pont van egy tornyunk. <laughs> aminek a tetejére lehetne építeni. Bár egyébként, na mindegy, után nézek, majd egy új dizájnnak a monster trappek. Hány, hány blokk? magasan? 9. Után majd egy ö, új dizájnnak a monster trappekkel kapcsolatban. Épít, építünk valami újat. A vider illegális, messze szóval a vider illegális. Ne viccelődjünk, mert a vider az tök legális. Ha meg tudom csinálni, akkor legális. Nem kódoltam hozzá, nem bagoltatok blokkokat, nem szorítom be, mert nem bagoltatom bo be egy blogba. Sákörsát hol szereztem? Lehet az endben? Hát hol szereztem volna máshol? Le le lentem értem manuálisan, és megöltem egy csomó sákört, és le kell mennünk egyébként megint, mert hogy most meg nincsen szárnyam, és hogy nagyon-nagyon kéne szárny. Mert hogy nem az a nagyon-nagyon kéne, hogy egy úristen, úristen nagyon-nagyon kéne szárny, hanem az a fajta nagyon kéne, hogy egy tök hasznos dolog. Most jöttem rá, hogy hasznos, és akkor ennek örömére csodásan elveszítettem a, a mindent gyakorlatilag. Úgyhogy, úgyhogy, ja. Saj a a azt azt kéne szerezni, azt, uh, azt azért eléggé adnám, hogyha azt így tudnánk uh, Tudnánk szerezni valahonnan Ó nézzétek, halál, halál folyosó Innen, innen jöhet a sok-sok rossz ránk Én most, én most foglalkozni fogok ezzel a, foglalkozni fogok ezzel a ezzel a gomba farm dologgal Mert hogyha ha tényleg lehet automatizálni vagy félautomatizálni Tehát az hogy rendesen, tehát jobban automatizálni mint a fát, fájét Akkor tökre érdemes lenne vele foglalkozni Mert akkor onnantól kezdve viszont a szenet tényleg nem kéne kiszedni Hogyha csak egyszerűen hatalmas mennyiségekbe tudnánk gyártani tehát hogy azért az egy, ilyen, az egy, ilyen, elég király dolog lenne. Na jó, ennyit a kettes folyosóról, egyes folyosóval csapatjuk tovább. Igazából izét keresnek amúgy ö, barlangokat, mert nyilván ott a lehető legkevesebb nyersanyag megmunkálás mellett ott lehet szerezni ö, gyémántot, de hogy, de hogy úgy tűnik, hogy ezt így fel is adhatom, ezt az egész kezdeményezésemet, és, ö, és próbálkoztatok igazából azzal, hogy, hogy kettesével elfúrogatok jobbra-balra. Hogy a hosszú ez a folyosó megint? Valószínűleg azért nem... Lehet, hogy valószínűleg azért nem szeretek bányászni egyébként. Mert... Uh, Oké, okay, majdnem sikerült. Szóval azért nem szeretek bányászni, mert uh, elő vagy utóbb így kattanok egyet, és így megunom azt, hogy járatokat keresgéljek, és a járat keresgélés egyébként az még nem uncsi alapvetően. Uh, viszont utána elkezdek fúrni járatokat, amik meg... Uh, amik meg az a helyzet, hogy ilyen értitek így, vagy vezetnek valahova, vagy csak fúrok valahova, vagy lávába futunk, vagy nem futunk lávába, vagy a rák se tudja, és... Uh... és ez nem jó. De egyébként pedig valószínűleg körülöttünk is van egy halom mindenféle járat. De nem. Viktor inkább szép, egyedes vonalakat fut. Nyomd a fejed TNT-be és keres barlangot. Az nem kell TNT. A... Uh, azt meg lehet oldani sokkal olcsóbban. Uh, ez alatt azt értem, hogy... ezt Nem ezt akartam kidobni, de mindegy. Szóval ez alatt azt értem, hogy az uh, megoldható nemes egyszerűséggel... A lombokkal is. Igen, az, uh, az megoldható lombokkal is. Valahogy azt is lehet a fejünkre. Val valahogy mi azt uh, úgy csináltuk a egyébként. Szörnyek. Az azt jelenti el, tegnap este bepótoltam a Lego Batman movie-t. Mondtam, hogy szólok, hogy. Oh, hello. Szóval mondtam, hogy, az, hogy szólok, hogyha bepótoltam. Tegnap este folyamán bepótoltuk egy nagyon kedves barátommal. Azért nem voltam egyébként Cubecast-en, érted nem... Nem az, tehát nem csak azért, mert egész, tehát nem csak a Batman movie miatt nem voltunk cubecast mert hogy egész nap, ö, vagy hát fél nap, közös programokkal töltöttük, mert hogy külföldön lakik, és amikor így jön, akkor így megpróbálunk így azért így tudjátok így, így tömbösítve, így baráti kapcsolatokat ápolni, aztán ez nyilvánvalóan ilyenbe fajul át, és azt kell, hogy mondjam, nagyon hogy nagyon-nagyon jól kezdődik, tehát az eleje az ilyen nagyon-nagyon zseniális, nekem a végére egy kicsit túltolják ezt a... azt az üzenetet, ami a film üzenete, hogy csapatmunka, meg barátok, meg a család mennyire fontos, meg az ilyeneket, azt, azt nekem a közepétől kezdve a végéig már egy kicsit túltolják. És már, már azt érzem, hogy tudjátok, hogy már így jó, elmondtátok már egy csomószor, tehát oké, okay, mehetünk tovább. Tehát köszönöm, köszönöm szépen. Uh, de igazából az is jó, de mondom, nekem, a, nekem az elejét tetszett nagyon. Tehát hogy az elejéje az nagyon-nagyon király, és aztán is jó egyébként, tehát hogy aztán, aztán is tök jó, meg aztán is van benne egy csomó uh, referencia egy csomó legós, uh, izé, Lego movie poén, egy nagyon-nagyon erős Batman kritika is egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon erős Batman kritika amúgy a, a, az egész film. Szóval, hogy én alapvetően mind a Lego, mind a film, mind pedig a Batman film rajongóknak, Batman rajongóknak tudom ajánlani. Uh, De le van egy csomó tök jó utalással a régi Batman verziókra, Batman kiadásokra, filmekre, sorozatokra, ilyenekre. E, tehát, hogy tényleg, tényleg nagyon-nagyon király amúgy. E, nekem mondom, a közepetáján e, ott egy kicsit így túl lett tolva a valami. Tehát, hogy túl lett tolva az a, az, az üzenet, és amiatt egy kicsit csöpögős lett. E, illetve nyilván tök közben tök jól van megépítve minden, meg ilyenek. Ó, e, oh boy. Pillanat, hogy le is izzadtam, pedig egyébként nem is estem lávába. Csak keresgél amit a kis gyémántjaimat. És hagyok itt közben minden mást egyébként. Mert tényleg itt hagyok közben minden mást. Valami barlang kéne! Valami barlangot szeretnék. Mármint én tökre szeretek egyenes utakat ásni akkor, amikor épp nem bányászni vagyok. Viszont ilyenkor valami barlangot adjál nekem. Mennyi diamond van? 25. 25, 25, 25 diamondot találtam eddig De az a helyzet egyébként, hogy Egyetlen egy ilyen lelőhelyet kell szinte találni és ez, ez két, tehát ez a 25 Ez két lelőhelyről jött össze úgy, hogy 22 és 3 Érted? Ha megint belefúrok a bázisomba Jó, ki most már hal. A most a hangot azért halkultam, el, mert keresem, hogy honnan jön. Ez a Monster Trap. Ez, ez itt a Monster az alja. Igen, ez a Monster Trap alja. De durva! Oké, okay, ez a Monster Trap alja. Sikerült megtalálni a Monster Trap alját. Az mondjuk azért azt tudtam, hogy ez elég mélyen van. Tehát, hogy azért az... Azért az így tudható volt, hogy ez egy jó mélyen lévő cucc. Uh, abban az esetben tetszik, amit láttok, és szülesen uh, szívesen látjátok újra és újra, és bla 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 bla, akkor írjatok egy hit, like és ezzel jelezzétek azt, hogy tetszik. A uh, Mark XX-nek is nagyon, szépen köszönöm a donation -t. az az üzenet mellé, hogy mert jó videós vagy. Nagyon szépen köszönöm, igyekszik az ember, igyekszik az ember. Na jó, keresünk valami bányát, mert... Értem én, hogy jémántok meg minden, de a... Ah, egyébként régen tényleg úgy minecraftoztunk mindig. Nem tudom, hogy ez nálatok most hogy megy, ha így barátodítokkal játszatok. Hogy általában én építettem, és, és Máté az meg csak, ő meg nyersanyagokat gyűjtött. És akkor így építettünk ilyen mindenféle, jó persze volt, mikor Máté épített valamit, nyilván, hogyha egy kedvelet valamit megépíteni, vagy ilyenek. Vagy, vagy Nightmare barátunk. De hogy így általában Máté így a bányászatot élvezte, én a mászkálást. Ah, voltunk erre. Miért van, hogy a falusiak a falumba csak egy egyházban vannak hajlandók bemenni. Ezt. Uh, halvány elképzelésem sincs. De ugye uh, nem kell feltétlenül több házba bemenniük ahhoz, hogy több házat ér, ismerjen el a játék. Tehát ugye az nem nincs szoros összefüggésben az, hogy a Minecraft hány, háza, hány, hány házat ismer el, azzal, hogy hány házba mennek be a falusiak. Ez, ez pont egyáltalán nem része egyébként a dolognak. Hello! Annyira nem jó helyen robbangatok egyébként. Ez egy enderman. Mi a ah, rákér van itt még egy enderman is? Ez hol az, ez ez a járat? Ez az a járat, amiből jöttem vissza. Jó, tudjátok mit? A, fölmegyek, és megpróbálok keresni egy másik barlang lejáratot, mert nem furkálok fölöslegesen lyukakat, mert hát fölmegyek, ha kitalálok egyáltalán a barlangból. A oh boly. Tényleg, merre? Merre volt vajon? E, e mint ebbe az irányba... Nem, nem, nem. Ez az, ez az az irány, ahonnan... De ez a, ez a lépcső. Itt kezdtem el lefelé fúrni, mint egy idióta. Ennek a tetején még volt egy barlang. Nem feltétlenül volt nagy, meg nem feltétlenül volt jó, meg nem feltétlenül volt vidám, de hogy ennek a tetején még volt egy barlang. Ami elvezetett még így helyekre. Nem sokra sajnos, de hogy, érted, értitek. Ááá, de már. Akkor a barlangrendszerek vannak ebben a játékban, hogy lehet az, hogy én soha nem találok egyet sem. És mindig izé... Uh, mindig furkálom magamnak az utat! Hmm. És azt látom, hogy itt már voltam. Ráadásul. Oh, hello! pillanat is megnéz a nagyon szépen köszönöm Szavitárnak a donation-t. Szia szíves, szeretném megkérdezni, hogy lesz-e még The Forest stream? Nagyon várom a századik részt, Guardian és Vider kőfar miatt is. Sok szerencsét és még több gyémántot, csak így tovább. Hajrá, nagyon szépen köszönöm. Lesz, lesz, miért ne lenne? Miért ne lenne csodás mesés Forest stream? Nem gondolnám feltétlenül, hogy ez a katona az a játék vége bár amúgy nem is feltétlenül érdekel, hogy hol van a játék vége, meg hogy mi a játék vége. De ez, ez most így teljesen... Jó, teljesen elvesztem. Haveny elképzelésem sincs. Azt tudom, hogy voltam már itt. Kicsit felfele. Oké, tehát azt tudom, hogy voltam már itt, mert ki van fákjázva. Tehát ez így viszonylag biztos. De az, hogy merre jöttem, azt is elmetek tudnom kéne, mert ugye mindig a jobb oldali falra rakom a fákjákat. Tehát, hogyha megyek, akkor uh, mindig a jobb... Itt van az... Itt van az izé, itt van a az... spawner. Akkor ez valahogy tök közel van a bejárathoz. Akkor... Uh, innen... Vagy hát valamihez tök közel van. Azt, hogy ez a bejárata, az egy kérdés, de valamihez tök közel van. Jó, itt a bejáratunk. Itt a bejáratunk. Az a kérdés, hogy itt van -e olyan irány, ahova nem mentem el. Jó, itt már jártam. Ezen a, jár, ezen a lépcsőn is jártam, okay, ezen a lépcsőn is jártam, oké, ezen a lépcsőn is jártam, körbe-körbe mentem akkor valószínűleg. Jó, és akkor ennek a tetején van... H Hello? Ú, de kemény lelkesedéssel jössz, azért az így... Zavarjon már, hogy van közöttünk egy lávató. Hát nem, nem nagyon zavar egyébként, jó, és akkor ott fent van. De hogy az a baj, hogy az nem az az irány, amit keresünk egyébként. Tehát, hogy nem fölfele keresünk még több barlangot, hanem lefelé keresünk még több barlangot. Bár egyébként nekem fölfele is jó, ha utána valahol lefelé. Oh. Ez nagyon rossz, nagyon rossz, nem kéne meghalni. Jó, átjöttünk a lába a másik oldalára, ez már itt így már rendben van. Jó, meghalt a, meghalt a creeper. Jó, ezt túléltük. Ez igazából egyetlen. Attól féltem, ugye, is felrobban a creeper, és belök a lávába. Konkrétan ettől féltem. Őszintén szóval. Ettől féltem, nem is picit. Menj fel, ha már azt mondtad. Uh, fel felálltok. Bár én elnéznék ebbe az irányba, hogy erre mi van. <coughs> uh, sötétség. És a folyosó vége. Jó. A, valahol itt van a láva körül a följárat egyébként. Tehát, hogy valahol... Jó, ezt meg kiszedjük. Miért ne? Alapon. És ha már ennyire közel vagyunk a házhoz, akkor le is rakhatjuk a gyémántokat, és aztán elmentünk még egy körre. Nem azt mondom, hogy ez a világ leg... Értitek, nem a világ legjobb terve, de alapvetően egy terv. Szóval, itt túl, túl, lehet, túl lehet élni vele dolgokat. Jó, itt van valahol ennél a lávánál a följárat. Ez lesz az? Nem feltétlenül mondanám, hogy, hogy igen. Jó, ezt a járatot is megnézzük, mert ez egyenlőre jó irányba halad. De valószínűleg nem megy le egyébként annyira mélyre, mint amennyire mélyre kéne. Aha. Csodás mesés. Ti 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 ti. Ti ti jó, és elindult függőlegesen fölfelé, majdnem. De Mindegy, nem is akartam igazából gyémántot találni. Jó, tudom, találtam már egy csomó gyémántot, csak értitek, tehát hogy alapvetően tudom, hogy milyen ritkán járunk bányászni, és ez a mennyiségű gyémánt, ez nem nagyon sok. Tehát, hogy ez a mennyiség, ez egy pillanat alatt feloldódik abban az esetben, hogyha így elkezdek csinálni dolgokat. Jó, nem érdekel, köszönöm, akkor kiássam magam. And it's Oké. Ó, ott a tornyunk, nézzétek! Itt van a csodás kis kikötőcskénk. Nem, ez nem a csodás kis kikötőcskénk, az egy öbölel arrébb van. Menj nedőrbe. ott találsz Strongholdot és ott lehet, hogy találsz Diamondot. Nehogy már egyszerűbb legyen elmenni a Netherbe gyémántot találni. Ó, oh, egy barlang. Oké, okay, ide visszajövünk. Ö, nehogy már egyszerűbb legyen a Netherbe elmenni gyémántot találni, mint, ö, mint itt. Mármint érted? Értem én, hogy ez lehet egy létező technológia, hogy inkább oda mész, de hogy nem hiszem el, hogy ne... Ö, ezt, ezt be van bújtad, barátom. Hagytad, hogy rád lopakodjak. Tehát nem hiszem el, hogy nem jobb úgy találni gyémántot, hogy... Ö, hogy itt itt bányászol, mert ha elmentek a gyémánt, bányászható. Tehát, ugye akkor, akkor nyilvánvalóan az lesz a legjobb megoldás. Mikor lesz shopkeep? A shopkeep? Oh, hát... Elvileg holnap. Gyakorlatilag ebben nem vagyok annyira biztos, mert uh, kell tartani egy meetinget, és nem vagyok utána feltétlenül tuti abban, hogy, uh, mert, hogy előtte fel tudom venni. De fel kéne kelni, és, uh, és előtte, előtte, fel kéne venni. Igen. Igen. Akkor igen. Hát igen. 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 Akkor lenne. Tehát, hogy igen. Jó, most ez ilyen nagyon határozottan hangzott, de hogy, de hogy az a lényeg igazából, hogy, hogy holnap. Tehát, hogy ugye mindig uh, szerdán pénteken csütörtökön van shopkeep. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a játékot, nem tudom amúgy, hogy hogy kapott el ennyire. Tehát, hogy konkrétan Uh, felvetődik a kérdés, hogy, hogy egyébként nem. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy ilyen átkozott különleges ez a játék. Én ötletesnek tartom, és valami megfogott benne. Tehát, hogy val valami amit nem tudok feltétlenül megnevezni hogy micsoda egyébként. Uh, valami megfogott, és. Uh, és emiatt nagyon nagy lelkesedéssel csapatom azt a játékot. Ezzel like egy gyémánt? Uh, szerintem a Minecraft ilyet nem csinál, de amúgy abban az esetben, hogyha tetszik, amit láttok, és uh, szívesen látnátok még, meg szívesen látjátok visszatérni folyamatosan, meg örültök annak, hogy ez a sorozat így létezik. Akkor nyomjatok egy lájkot, like ot és ezzel jelezzétek nekem is, hogy ez bizony egy... Uh, mindig azt hiszem, hogy láva van ott a falon. Ez. Erre. Mindig azt hiszem, hogy láva. Szóval, hogy ez egy, ez egy támogatott és kötkedvelt sorozat. Mutassátok meg, hogy ez így van. Nyilván van, csak abban az esetben tetszik, ha nem, akkor nem kell. Ki a kedvenc adminod? Nincs kedvenc adminom, ez nem így működik. Mindegy, mindegyik nagyon-nagyon aranyos, és nagyon-nagyon királyak, és, és mindegyik önként segít, és... Ja, szóval nem, nem... Ebből nem lehet így kedvencet választani. Mindenki annyit segít, amennyit tud, akkor, amikor tud, szerintem szóval ez nem, ezt nem lehet így. Most a diét leraktam? Le. Hova raktam le a diát? Leraktam a diát? Most ebben egy picit elbizonytalanodtam, mert nincs meg előttem a... Én nem, én nem, én magam nem vagyok Batman rajongó. Én nem, nekem nem nőtt. nem, nem, én nem. A nem tudom egyébként megmondani, hogy pontosan miért nem. Azt tudom, hogy gyerekkoromban volt egy nagyon batman időszakom, voltak nagyon jó Batman rajzfilmek, de hogy, de hogy így nem érzem magam ilyen, ű, ilyen hatalmas Batman rajongónak. Leraktam, jó. Én, hisze, én hiszek, én nektek. Nem is az, hogy nem érzem magam annak, hanem nem, nem vagyok azt, hogy nem érdekelnek annyira a Batman. Tehát, nem. De amikor utoljára ezt kimondtam, akkor leestem az égből szó, szóval igazából ezt lehet, hogy nem hangoztatom tovább. A, amikor elvesztettem a szárnyat, akkor pont erről beszéltem, meg arról, hogy nem szeretem a Bud Spencer filmeket. És akkor amikor ezt így kimondtam, akkor meghaltam. Úgyhogy lehet, hogy nem... Ezt lehet, nem kérem most így hangoztatni. Csak nem meghalt. Az előző, az előző epizódban haltam meg. Nem most, hanem az előző epizódban haltam meg. Ott viszont alaposan. Tehát, hogy ott így... Ott így nem végeztem fél munkát. Azért ott úgy, úgy meghaltam, úgy rendje és módja szerint. Ebben az irányban még nem nagyon voltunk. Nem, tehát, hogy a, a lámákat erre hoztuk el, azt tudom. De hogy ebben az irányban nem nagyon voltunk bányászni. Mely, és egyébként alapból elég ritkán jártunk itt unblock, úgyhogy... Automata gyément farm lesz-e? Nem lesz, és abban az esetben, ha te írtál eddig is a gyément farmokkal kapcsolatban, akkor jelezném, hogy a gyément farm videók utánanéztem a dolognak, abból egyetlen egy, amivel nem vagyok 100 biztos, hogy átverés, az, az, abban az esetben, ha nem átverés, akkor blog glitcheltetés, ami közben ilyen duplikációs bug-szerű, de szerintem az is átverés egyébként. És az összes többi, amit találtam, azok mind átverések voltak. Tehát hogy azok, azok mind. Nem, az, azok közül egyik sem volt. valid, ö, valid technológia, amit ténylegesen működik. Tehát, hogy a démont a farm témát azt így felejtsük el, nincs jelenleg valid farm technika. Abban az esetben, ha van, az pedig glitcheltetés, amit pedig nem csinálok. <laughs> Minden újra meg fog halni baszmen szerint. Hát most nézzétek, ezt az éjszakát túl lehetem, úgyhogy előbb vagy utóbb lehet, hogy meg fog... Most se most, most kezdünk messzire menni? Oh! Look at that! Jó, ez ezzel így rendben is vagyok Ó, oh, és még nem vagyunk nagyon messze, jó Minden rendben? Ha arra fordul a kérdés, hogy nem tudom, nem, elég fáradtnak érzem magam. Az előző szívet, hogy befejeztem ott így eléggé ilyen, hát nem tudom, ilyen nagyon lefáradtnak éreztem magamat, amit nem tudok megmagyarázni, hogy miért. Mert nem volt az egy ilyen, oh, hogy itt voltunk már. az nem volt egy ilyen nagyon-nagyon fárasztó stream, vagy nem is tudom, semmi, semmi, ilyesmi. De egy kicsit ilyen, nem tudom, olyan. Tudjátok, amikor ilyen lomhába zajtok. Bár egyébként szokásosnál ma hamarabb keltem, és a szokásosnál ma hamarabb is kezdtem el aktívnak lenni. Tehát, hogy nem csak hamarabb keltem, de hamarabb kezdtem el euh, dolgozni. Nem hamar be kellett volna, jó, nem. Egyetlen nem kellett hamar bemennem a puliba, ilyen általános értelemben, mert euh, az egyik gépnek a... Az egyik gépnek a vízszűtésének a ventilátora, tehát ugye a vízszűtés az egy radiátorba tolja a vizet, és uh, azon lévő ventilátort kell kicserélni, de egy nem értek, ez nem egy nagy mentem, megcsináltam, kijöttem, meg ha már ott voltam, akkor beszéltem a srácokkal, hogy minden más rendben van-e. Uh, aztán kiderült, hogy nem. Hello! Aztán utána is, utána, a, a, amikor onnan hazaértem, akkor utána, utána videót kellett, egy videót kellett befejeznem, ami hát a, tegnap akartam megcsinálni este, csak nagyon későn értem haza, mert nagyon késő alatt azt értem, hogy ilyen fél egy, három, négy, egy magasságában értem haza a filmről, mert uh, eredeti nyelven néztük a batman -t. el sem tudom képzelni egy csomó poénról, hogy ez hogy megy át, uh, hogy megy át a fordításban, de tudjátok, hogy én ezzel kapcsolatban is, is szkeptikus vagyok. Uh, és, és, ehhez képest meg időben keltem. Tehát, hogy ehhez képest meg, tehát, hogy később feküdtem, mint szoktam, de korábban keltem, mint szoktam, valószínűleg ennyi egyébként. Az a gép, amelyik enni Igen, hallottátok ti is? Igen, az a, az a gép konkrétan, amelyik enni streamelt. Ö, egy idejét csinálja már egyébként. Nekem is mondták többször, hogy, hogy, hogy hangos, de hogy én ugye hallottam azt, amikor összeraktuk, és az igazából már akkor hangos volt. És emiatt ugye én nem nagyon paráztam, mert nem gondoltam, hogy hangosabb, és akkor szóltak, hogy de hangosabb, tehát hogy amikor végre kiderült egy beszélgetésben, hogy, hogy ez így effektíve hangosabb, mint, mint, tehát így nagyon durván hangos, ö, akkor, ö, akkor most így megállapítottam, hogy akkor bemegyek, megcsinálom, hétfőn bementem, és aztán rájöttem, hogy hiába emlékeztem úgy, hogy bent hagytam egy csavarhúzót, nem hagytam bent a csavarhúzómat, úgyhogy úgy, hogy, ö, úgy hogy jöttem haza, és szereztem egy csavarhúzót, és, ö, és akkor ma mentem vissza, és megcsináltam. Tehát, hogy így nincsen, értitek, semmi nagy izé, cúcc a dologban, csak be kellett menni, ezt neki kell Ki kellett konkrétan kell csavarozni, ki kellett izé, négy csavart, és le kellett cserélni a ventilátort, volt másik ventilátorunk, tehát hogy nem is, az, azzal se volt igazából para. Mi történt mi gépével? Ez nem mi gépe, ez az a stúdiónak a gépe, ahol dolgozik mi szombat uh, tehát ahol a puliban streamel, és egyszerűen csapágyas lett a, a, -e, a ventilátor a processzor hűtőn. Tehát, hogy ennyi. Ugye ezek sajnos, ez előfordul egyébként, uh, még nem korából adódóan amúgy, vagy legalábbis szerintem még nem, illetve több ugyanolyan hűtőnk van, és egyik sem, tehát hogy egyenlőre egyiknél sem uh, tapasztaltam semmi ilyesmit, úgyhogy valószínűleg nem a, nem a korából adódik a probléma, csak egyszerűen abból, hogy egyszerűen rossz volt. Jaj, de ne, de ne, de ne, csak haj meg, jó. Kösz. Itt most vagyunk elég mélyen? Ó, itt vagyunk elég mélyen, akár gyémántot gy gy is találhatnánk. Nem fogunk, de akár gyémántot is találhatnánk. Messze lakok-e a pulitól? Őszintén a... szólva nem laknék messze, bringá. Nem. Hát, ennél sokkal többet utaznak emberek, nem, nem lakok messze, tehát egy, egy óra körülbelül, a, míg odaérek, meg mondjuk egy óra. Ilyen, hát nem egy óra feltétlenül, mert inkább ilyen 50 perc környékén van, de hogy elég gyakran beszarul az út, és akkor ilyen, akkor ilyen egy óra az. És... E ha biciklivel vagyok, akkor fél. Dehogy tegnap előtt volt egy defektem hazafele Vasárnap, ja Vasárnap volt egy defektem hazafele Amiről nem tudom, hogy milyen Tehát, hogy így nem... Tehát, hogy ugye van olyan, hogy így felütés És akkor tudod, hogy beestél egy kátyúba és akkor a kátyú széle Meg a... Meg a, izé, a felni széle elvágta a belsőt Akkor tudod, hogy ez így oké okay. És annyira gyorsan eresztett le, mintha az lenne De nem estem bele kátyúba tehát, hogy nem estem konkrétan belekártyúba. Úgyhogy ebből adódóan nem feltétlenül tudom, hogy ezt mi okozta. Uh, Már XX -nek ismét nagyon szépen köszönöm a Donation, mert miért ne? Nem király vagy, nagyon szépen köszönöm, nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy emiatt nem biciklivel voltam, mert azt még meg kell csinálnom, viszont tegnapi a folyamán nem volt időm, és ma meg még korábban kellett volna kelnem, és van egy bizonyos határ, aminél így nem szeretnék önkéntesen korábban kelni. Uh, azt hiszem folton van. Tehát, hogyha nekiálltam volna megcsinálni, akkor azt hiszem meg tudtam volna csinálni egyébként. Hol a rákban van a gyémánt? Adjál gyémántot, persze gudlák like, meg lement a bányába, és azonnal talált egy halmot. Jó, én is találtam egy halmot, de értitek. Tehát, hogy ettől függetlenül nyilvánvalóan emberből vagyunk, úgyhogy örökké elégedetlenkedni fogunk. Automata égést, vagy automata gomba farmot? A, oh, eh, uh. hmm, Ez egy jó kérdés. Egyébként automata égést alapvetően. De nyilvánvalóan ez egy kérdés, hogy ezt ö, meg lehet-e oldani, nem... Ö, nem gombán... Tehát hogy mi az amit tudunk még csinálni automatán? Tehát valami... A répa egyébként? Váááááárjáljon meg a fáklyás menet! Hát süthetnénk répával is! A répa is kiég nem? És abból viszont olyan sokat termelünk, hogy az elláthatná, jó, mondjuk ez lehet, hogy ilyen nagyon nem efficient, tehát hogy az így lehet, hogy nagyon-nagyon sokkal, és akkor kiderülne, hogy hiába gyártunk sok, ilyen, így sincs. Így gyémánt. Ó, oh, lehet egyébként, hogy a stream elején így előttük a szerencsénket így a gyémántal kapcsolatban, és azóta pedig csak vegetálunk. Ott a dia fölötted volt, nem volt felett, nem gyémánt. Nem volt, és nem hiszek nektek nézőknek egyébként, mert sajnos néha igazatok van, de nem annyira gyakran. Tehát, hogy elenyésző számban van igazatok ahhoz képest, hogy mennyiszer foglaltok egyértelműen állást valami mellett. Medig tart a live? Á, ilyen, nem tudom, 9, fél 10, fél 11, attól függ igazából, hogy mennyire a uh, mennyire lovallom bele magamat abban, amit csinálok. Most itt jelenleg épp elveszettnek érzem magam egy picit, uh, mert ugye én bányász nem szeretek, szóval nem ezek az ilyen leghosszabb epizódok ever. Nem tudsz arról sütni, lehet, hogy nem lehet sütni répával. Ez izgalmas kérdés, hogy van lehet-e. Ez nem volt életem egyik legnagyobb ötlete. Ó, oh, na mindegy. Végül is jó. Jó. Uh, azt hittem, hogy izé, hogy uh, a végén az alján is elfogja mosni a dolgot. Ott volt a lámba fölötted. Így van. Más se. Más se volt fölöttem. Egyként ő... Jó, nem, még nem vagyok azon a részen, ahol a, ahol a lámát találtuk, de hogy az is nagyjából ezen a környéken volt valamelyre. Nyersanyagokat akarok. Adjál nekem nyersanyagokat. Hmm, ó oh, nem. Korai, korai, volt az öröm, azt kell, hogy mondjam. Oh boy Jó, az arany is Nem vagyok egyébként elég mélyen? Lende de lehetnék mélyebben egyébként. Na jó, még egy, még egy próbálkozás arra, hogy lejjebb megyünk, és... Uh... És úgy szerzünk gyémántot, hogy mi ásunk, és aztán húzok haza a rákba. Ott van a láma fölött. F3, 8-as blokk. De igazából annak így rendben kéne lennie amúgy. Ott volt egy láma blokk a lávató, lá, lámató felett. Jó. Lávató. Ah, értem. Elég lesz a 25. Ne, 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 ez a stream, ez már belebukott ebbe a dologba, úgyhogy ebből a streamből akarok kihozni a lehető legtöbbet, mert következőre nem... Nem jövök el bányászni nagyon-nagyon sokáig, és sajnos ezek pillanatok alatt fogynak. persze bevaszós lejf, 300 ezer feliratkozó És Srácok, ez... Honnan jönnek ezek a kérdések? Miért, miért lenne? Mi, mint egy... Miért? És nektek miért lenne rá igényetek? Inkább ez a baj, ez, ez a kérdés úgy. Mert nyilván kereslet kínálat, de inkább az a kérdés, hogy miért van nektek erre igényetek? Jaj, á, annyira jó volt, igen, tudom ezt ilyenkor mindig elmesélem régen, amikor uh, lehetett uh, beakasztani az egeret, és lehetett csak úgy menni, és... Uh, mert hogy nem volt ennyi barlang, és nem voltak barlangok, de hogy ilyen sokkal-sokkal kevesebb barlang volt egyébként. Itt a hörgést kéne megtalálni egyébként. Mennyibe kerül a fix? Ez enyém nem drága egyébként, ez autó, tehát ez szója, autó, ez ilyen... Pillanat. Honnan ismered fel a Slime Csánkot a minecraft Se, onnan, hogy van benne egy Slime Tehát, hogy uh, felismerés tekintetében ez az egyetlen egy módszer, ami létezik Egyébként uh, vannak térképek, amik tudnak segíteni Hogy Megjelölnek uh, megjelölnek csánkokat, amik slime csánkok, de hogy, és azok alapján tudod a koordináták alapján megtalálni. Felismerni nem fogod azt, hogy te beléptél egy slime csánkba. Ez csak lefele, nem előre, de nem vagyok... Nem vagyok a... Nem vagyok a 18-as szinten. Tehát, hogy ez magasságban rendben vagyok, hidd el. Lenn lennék egyébként pillanatok alatt a... A, tehát így 8 blokk alatt lent lennék a, a, a bedrockon gyakorlatilag. Látod? Ennyi. Bedrock. Milyen meglepő. Ami magasságban meg már viszonylag ritkán vannak uh, barlangok, sajnos. Tehát ugye a barlangok nem mennek le a bedrockig általában. Egyébként egyszerűen szívesen megnéznék egy, egy képet így a, 3, d sen így a, a, az utakról gyakorlatilag, amiket ilyenkor fúrok, mert hogy megint az van, hogy egy egyenes útvonalat fúrok. Gyémánt 6-tól 12-ig. Én azt tudom, hogy a 12 alatt. Azt nem, hogy 6 és 12 között. Abban nem vagyok biztos. Most épp a 9-en vagyok egyébként. De amúgy most jelenleg nem is gyémántba akarok úgy belefutni, hanem barlangba. Tehát, hogy igazából is így nagyon szigorúan véve jelenleg nem gyémántot keresek, hanem barlangot. Mert hogy arra, arra lenne igazából szükségem, mert a gyémántot, ezt majd utána találunk benne, értitek? Ahogy oh, ment. De hogy alapvetően barlangot keres, nem gyémántot. Csak a, nyilván a Minecraft mindig szereti alátámasztani azt, amit mondok, ezért éppen most így bedobott nekem egy adag gyémántot. Ráadásul egy elég nagy adag gyémántot egyébként. És ezt most nem, nem, ezt most nem hibázzuk el, ezt szépen körbeássuk, ó és ez ráadásul 8 darab, ez azt hiszem, ez a maximum ami szerezhető Vagy azt hiszem, azt hiszem ez a maximum tömb ami így egyben generálódik, nem ebben biztos egyébként, de azt hiszem hogy ez a maximum ami így egyben generálódik Nagyszerű Oké okay, és akkor fölötte is egy kicsit kiszedjük Na, akkor ha az első 22-t hozott, akkor most ha mondjuk ez is hozna annyit, vagy mondjuk közel annyit, akkor az mondjuk azért az elég király lenne. Ha jól láttam, azért mindegyikből jó sok... Ah, Mi van nálam egy tojás? Mindegyikből jó sok pattant ki, nem, nem hozott annyit. Nem, nem hozott annyit, mint az előző. Ö, de alapvetően ez is azért hozott bőven. Oké, okay, akkor ezzel viszonylag egyértelműen kijelenthetjük, hogy megfelelő magasságon vagyunk egyébként. Úgyhogy mehetünk még egy kicsit tovább. Ha jól tudom, 9. Neked volt 9 is, akkor aha. 9, de az ilyen tök fura, az így hova generálódik? Vagy hát értek, mire gondolok, tehát hogy így... A gondolom 8 darab az így egység, Egyszer is találtál 11 darab, izé egy gyémántot egymás mellett. Az azért az elég kemény. Jó, oké, okay, akkor visszavonom. Mert hogy akkor lehet, hogy értitek? Tehát akkor nyilván tévedtem már nagyobbat is életem. 8 a maximum. Írta be Tomi. 9 a maximum. Kontrázott rá valaki a komment szekcióban. Fight! Első vérig. Húzzunk egy ilyen ö kört. Az lesz az egyenlő köre, és ö bemegy az, aki szerint 9, meg bemegy az, aki szerint 8, meg bemegy az, aki, az, aki szerint 11, és kapnak egyetlen egy darab kést, ami 2 méter magasan van felfüggesztve a pálya felett, és aki kijön, annak van igaza. Hm? Kettő gyapjú éget ki egy cuccost, sok bárányjal fent a... Jó, jó, de az ilyen, az ilyen nagyon alacsony az efficiency -e. Tehát, hogy a... a nyilván a sok bárányjal megoldható, de hogy a bárány sem tud automatikusan vágni, azt hiszem. Ez egy csodálatos gondolat. <laughs> Jó, alapvetően nyilvánvalóan nem feltétlenül emberi, de, de, értitek, értitek. A, nem tudom egyébként kinek van meg a MechWarrior, MechWarrior univerzum, és ott, ott van azt hiszem az egyenlők köre. Jó, nem ilyen, nem ilyen kés felfüggesztéssel meg ilyenek nyilván, nyilvánvalóan, de hogy, de hogy ott van az egyenlők köre, ahol, ahol ki lehet hívni embereket, és mit tudom én. Még hogy nem lenne a durva diktátor. <laughs> egyébként a halál biztos vagyok, hogyha egyszer politikai pályára adnám a fejemet, ezeket az adásokat halál biztos, hogy előszednék. És, és, és minden, minden egyes vitát ilyenekkel próbálnának eldönteni. Na, most valaki egyébként igazán bátran pusztán a vita kedvéért beírta, hogy 5 a max, amikor ugye a mai streamben kétszer találtam 8-at. Tehát, hogy ő, ő, az igazából, aki így, értitek, ő így belemer állni a konfliktusba. Szereti a konfliktust, élvezi a konfliktust. Ő aztán nem problémázik semmivel igazából. Fonharc szagot érzek. Ó, az baj. Ezt nehezebb eltávolítani az internetre, ha politikus akarok lenni. Marci most írta be, hogy 10, akkor ez már 4 versenyző, van 11, van 8, van 9, meg van 10. Akár mondhattam volna a sorban is, hogy van 8, van 9, van 10, meg 11. De nyilvánvalóan ez... Mondasz, hogy nem kell gyémánt, és lesz. Igen, de hogy a Minecraft szerintem megsejti, hogy hiába mondom, hogy nem kell gyémánt, hogyha ások tovább, mint az idióta, akkor, akkor valószínűleg észre fogja venni, hogy de igazából kell. Hopp, -op hopp, -op hopp, -op hopp, hopp, hopp. Le Lenéztem a chatra, és kikaptam két ott lendületből. Uh, ez valószínűleg nem lesz egy akkora tábla. De ezt is körbeássuk. Szerintem ez, ez háromszor kettő. Hopp, 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 azt a gyémánt csekkönyt, ez csak gyémán bal, tehát ezt csak nem dobnám el. Várjátok, lehet, hogy közben itt van egyébként az élő példa, amúgy. A, mert mintha kiszedtem volna, két gyémánt tömböt szedtem ki, vagy egyet? Ez egy fontos kérdés, mert uh, ez jelenleg most vita eldöntő lehet. Oh boy, igen, jó, ez vita eldöntő. Ez, uh, ez, abszolút vita eldöntő, ugyanis hogyha megnézitek, akkor itt szerintem 10 darab gyémánt volt. Mert szerintem itt kettő blokk volt, de nyilvánvalóan én ezt nem látom, ezt ti látjátok. De hogy ebben szerintem tíz, ami azt jelenti, hogy Tomi kiesett a harcból, ami elég szomorú, remélem, hogy nem volt nagyon véres. Illetve a kilencre szavazók is kiestek. Egyet szedtem ki. De ezen a csákányon, ezen nincs, ezen nincs luck, tehát hogy egy ezzel a csákányjal nem dobhat kettőt. Na, kezd, kezd, kezd elégedet elégedettségbe billenni ez a mai mérleg. Még 24. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon, nagyon jó. A mellé a 16 gyémánt mellé berakjuk ezt, és akkor ez most csak nálunk van 40, ami azt jelenti, hogy most elveszíthetem ezeket mindet egyben. Az lenne, az igazán nagyon király. Viki szerint 1 10 lehet, ami Viki alatt a Wikipédiát értjük, nem a bármilyen Vikit. Visszanéztem, kettő volt. Köszönöm szépen, Timi. Uh, ebben az esetben ez tíz volt. Tehát, hogy tíz, tíz, darab volt már egy helyen. Ez azt jelenti, hogy nyertem? Nem, ez nem azt jelenti, hogy nyertél. Ez azt jelenti, hogy találtunk már tizet. De ez nem jelenti azt, hogy nem találtunk még tizenegyet. Mert hogy az, tudjuk, hogy nem találtunk tizenegyet. Uh, de nem jelenti azt, hogy nem lehet találni tizenegyet. Szóval ez ettől még nem jelenti azt, hogy nyertél. Rim by Viktor? Mer? Mer? Mi rímelt? Mi rímelt? Észre sem vettem, egy rímelt. Mi hop Hopp, 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 Még több jément. Nagyon jó. Kezdünk belejönni. They see me rolling, they hate in. neked, good like. Jó, no, ez, ez megint csak nem tűnik egy akkora telepnek, mert hogy ugye itt kimaradt kettő. Ja, több maradt ki sajnos. Tényleg neki vajon azóta volt Minecraft streamje? Hm, mindegy, megnézem majd. Megnézem majd, de gondolom csak észre... Á. Ah. Akartam mondani, hogy gondolom csak észre lettem volna, de valószínűleg nem vettem volna észre, mert, uh, mert, mert, YouTube. Tehát így, így YouTube dolgok. Jó, akkor ez jelenleg öt. Ez... Uh, igazából erre is volt egy szavazónk. Mondjuk ő már kiesett, de hogy erre is volt egy szavazunk. Nem vagyunk nagyon biztonságos helyen Viszont tök lassan kopik a csákányunk, ami azért elég király Ha találsz j akkor 8-16 bloknyira megint lesz uh, az az 75% hogy lesz, azt írja a wikipédia Igen Vagyis ez szerint a logika szerint igazából szétbonthatnánk az egész világot amúgy, mert hogy uh, mert egyre csökken az esély, mert hogy ott már a... De mindegy. Szóval érted. illetve gondolhat az előzőre is. Ez bug csak 80. <laughs> Kész. A vita identitet. Ne, nem akarok sódermezőn keresztül fúrni. Jó, mindegy nekem. Mehetünk ebbe az irányba is. Majd néha pár fákért tegyél le. Ugyan már, ugyan már a fákja a gyengéknek való. Viszont rátehetnék valami nehezet. Van valami nehéz? Ah, nincs már csokim. A ah, jó, nem elég nehéz. Le El tenni valami nehezet a, az előrére, és akkor tudnék veletek vidámon beszélgetni végig. Oh boy! I have you covered. A oh yeah, 007 Ismételöm. nagyon szépen köszönöm a donation -t. hatalmas király vagy, mint mindig. Uh, Hali, csak kimondtad, hogy uh, nem kell egy élet, és nem, nem olyan okos az MC, hogy uh, tudja, hogy uh, ha szól uh, szó, akkor azt keresel. el. Elhitte, hogy uh, barlang kell, nem pedig dia. Viktor for president, az... Igen, ezt inkább ne hangoztassuk, mert még a végén valóra válik. Nem uh, feltétlen magamra gondolva. Mm. Hello Mr. Mr. Lávató. Úgy hallottam, hogy ilyen helyeken így van így gyémánt. Nem? Abszolút megcáfolod? Na szép mondhatom. A az irányba. Csak egy kis gyémánt, csak egy pár forint apró. Nem? Semmi? Viszont valahol hörögnek. Shaker nálam van. Nem ez, hanem ez. Van benne 49 darab gyémánt. Ami az otthon lévővel már több, mint egy stacknyi gyémánt. mondjuk egyébként a komoly áldozatnak köszönhetően azért ez így el is várható, mert hogy azért legyünk őszinték, hogy... Tehát azért ezt a mai teljes streamet beletoltam ebbe a gyémánt keresés dologba. Ah, oh, so Oké. Okay. Hol lehetnek itt a szörnyek? Hol lennék? Ha szörny lennék, merre hörögnek ezek a dolgok? Jó, még fölfele hörögnek, szóval igazából nincs arra, nem akarunk menni. Nem, fölfele nem akarunk menni. Hű, ez egy ilyen nagyobb acskató. Lávató, nyilván. Kicsit lejjebb jövünk a szerint megint toljuk neki ezzel erre egy adott irányba. Ez hányas blokk? 9-es, 9-es blokk, jó, menjünk lejjebb a 8-esre, aztán még. Onnan jössz. Azzal nincs baj, ha erről jövök. Az a legjobb egyébként, de az valószínűleg nem, jelenleg nem igaz már. De hogy az a legjobb, ha erről jövök, mert akkor legalább hazafele megyek. Hú, ezt eléggé adom. Kéne valami olyan mechanika, ami amivel, bányász, amivel bányászni lehet, de hogy nekem tökre jó az, ha... Oh, boy. Uh, nekem az tökre jó, hogyha ha bonyolult, meg nekem az is tökre jó, hogyha drága, csak hogy utána lehessen vele egy automatikus, és nem nem a tnt és mocskolódásra gondolok, hanem valami normális query rendszerű, intelligens szerkezetre, ami... Uh, uh. Mit szóltok? Ahhoz, hogy egy picit csillelünk. Életértelmén gondolkozunk meg ilyenek. És akkor most érkeztek meg azok, akik Internet Explorer-t használnak, és ők most írták be, hogy ezer gyémánt a maximum. Nem baj, egyébként állítólag az Edge, amár hogy már nincs Internet Explorer, az nem annyira rossz. Nem? Edge, Edge, Edge lett a neve? Mi lett annak a neve? Edge lett a neve, nem? Mindegy, nem számít igazából mi a neve. Az a lényeg, hogy lassú. És hogy viccelődünk vele, hogy lassú. Igazából ennyi a lényeg. Láva. Megvan. Tik. Gyémánt. Gyémánt sehol. Ender Dragon bányásznak? Ezt a kérdését tudom értelmezni, ne haragudj. Hogy őszinte legyek. Tehát, itt már magával a kérdés feltevéssel is vannak problémák. Nyilván szívesen segítenék bármilyen információval, valami szebbé, jobbá, vagy kiegyensúlyozottabbá teszi a lapodat, de halvány elképzelésem is is, hogy mire gondolsz. 13-as blokk, hát itt már nincs gyémánt. Na, jó ábrend volt, hogy itt átugrok. Hogy jutok innen ki? Jó, valószínűleg megint a szokásos módon megyünk egyébként majd ki. Sikítva. Uh, nem, hanem. Uh, hanem egyszerűen kimászom fölfele. Tehát, hogy kiváljon magamat gyakorlatilag. De ez ilyen magasan van. Van itt valahol lefele út. Ó, nézzétek, micsoda. csinálok. Oh. Ó. Dam dam dam. Szóval. Hello. Mister. Tök jól éghetnél addig, ameddig lerakok egy fákját. Jó, ez nem az az irány, amiben akarunk menni, ugye? Wow. Ez elég magas. De nyilván nincs benne gyémánt, mert hogy a gyémánt nem magas. Sziasztok srácok! Szia srác! Mert hogy a másik haverod meghalt. Jó, hát ez... Kicsit jó ábrán volt, hogy ez itt majd így jó lesz. Meg működni fog, meg dolgok, meg valahonnan innen jöttem. Igen, innen jöttem. Hány ne járunk? A, van jelenleg 49 nálam, és levittem 25-öt már. Ami azt jelenti, hogy 60 valamennyi. A uh, 74. 74. 74, de közben elérkeztem a láva, földre, láva földjére, ami igazából annyit tesz, hogy most már itt aztán gyémánt az nincs. Viszont van még több láva. És igazából, ha már így kérdezitek, akkor utána van még több láva. És ahogy nézem, ebbe az irányba pedig még több láva van. Na jó, még nekifutok egy utolsó ilyen járatnak. És ez, ezt lesz az utolsó utolsó ilyen járatom. Ezt fúrom még valameddig. Mit tudom én meddig. Mit tudom én. Fúr kicsit össze-vissza a falba. Ah, igen. Én az ilyen random dolgokat annyira nem, nem szeretem. Vagy hát nem bírom idegileg tehát akkor már inkább egyenesen fúrok. Tudom, hogy láva körül, meg mit tudom én, de kicsit fúrunk ide, kicsit fúrunk oda, aztán mindig pont mellé fúrunk, és aztán valamikor később kiderül, hogy pont mellé fúrtunk, és akkor így a teher gyakorlatilag egy az egybe helyeződik a melkasunkra, ami nyilvánvalóan nem egy ilyen nagyon jó dolog. Mennyi gyémánt kell? Mind. Mind is. Leginkább mind. Az összes gyémánt kell a világból. Hú, ez milyen durva lenne építeni egy ilyen valami szerkezetet, ami kiszed minden gyémántot, és így hazahozza. Jó, mondjuk olyan valószínűleg nem lenne igazán értéke a gyémántnak. egyébként most ha minden jól megy, akkor nem kell annyira sok gyémánt, mert a javításhoz gyémánt eszközöket, amikkel ugye tudunk javítani, azt tudunk venni, méghozzá nem is drágán. Tehát, hogy azt általunk termelt nyersanyagokból tudunk venni, nem is drágán. Uh, Úgyhogy alapvetően most már így nem kell feltétlenül sok. A... Csak a cipőkhöz, a sisakokhoz, és a... A, 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 a nadrágokhoz kell gyémánt. A többi, a többi cuccoz nem kell gyémánt. Századik rész előtt mencsél egyet. Igen, ez egy valid, ez egy... Ah boly! Ah boly! Tegye fel a kezét csöten, aki megijedt egy picit! Azok nyugodtan leteltik, akik nagyon, az nem számít, de tegye fel a kezét, aki megijedt egy picit! Pedig még hallottam is, hogy bugyog. Csak nyilvánvalóan túl kemény srác vagyok ahhoz, hogy érdekeljen ez. így is volt. Azért az egy sztori, amit így az unokáknak így lehet mesélni, hogy így Ó, bezzeg igen, amikor fiatal voltam, gyémántot kerestem kint az erdőben, helyett a bányában Nyilván nem az erdőben keresünk gyémántot És, és izé, nyakig elmerültem a lávában Jelen, kéz. <laughs> Jó van, oké. Okay. Örömmel jelentem, srácok, hogy nem csak ti ijedtetek meg, egy kicsit én is. Nyilvánvalóan most már kemények vagyunk, mint az út széle, vagy a kát sarka, vagy bármi, amit használhatnánk, vagy a járdára fagyott kutyaszar, de... Ennyire azért ennyire nem. Hogy horses, ennyire azért nem. Szerintem ez a játék meg akar minket ölni, Lassan itt lenne az ideje távozni. Még kezdtek éhesedni is, mert nem a játékban, hanem így a valóságban. És így lehet, hogy itt lenne az ideje. Hazamenni. Lepakolni ezeket a csodás gyémántokat. Viktor kinyírta a csetet. A, azért csak nem, mert azért csak nem, hát van rajta egy 40 másodperces slow mood. Hát 40 másodpercenként tudtak csak írni. Hű, képzeljétek el, képzeljétek el, egy tök jó videón dolgozom, amit már tízereltem egyébként. Amiben Máté is szerepel. A, és ilyen vlog content szerűség. Nem gameplay videó legalábbis. Hát ilyen vlog, vlog szerűség egyébként. Mint vlog stílusban lett megalkotva az a videó. És, és szerintem átkozott, túl jó lett. Egyébként kész van amúgy a videó. A, ma vágtam a Facebook publikálásához szükséges kis videót, azt még leláttam, osztatom. És hogyha az is tetszik a megrendelőnek, akkor kivált és nagyon király és nagyon várom és nagyon-nagyon várom, hogy... Remek. És nagyon-nagyon várom, hogy, hogy tetszeni hogy fogja nektek. Nagyon-nagyon várom. Mert nekem nagyon tetszik és uh, kicsit szomorú lenne, hogyha kiderülne, hogy nektek egyáltalán nem, mert akkor valószínűleg a a humorom nem kompatibilis a ti amivel egyébként kapcsolatban már voltak gyanúim így az életem során így eddig de hogy de hogy ez egy teljesen egyértelmű bizonyítéka lenne annak, hogy ezek így nem kompatibilisek és képzeljétek el, zenéket is válogattam hozzá, és valószínűleg ott lesz valaki, aki így azonnal egy bekommenteli hogy mi a szám címe és így van benne egy 7 különböző szám várjátok 8 különböző szám Szóval mint ilyen, így nem fogom tudni valószínűleg mindegyiket felsoradt. A baj, a baj, baj. Oké, minden rendben van. Jó, falsalar, semmi para. És mikor láthatjátok? Az. Hát én nagyon szeretném, hogy holnap kimenjen, de hogy ez nem feltétlenül így működik. Ugye ez nyilvánvalóan úgy működik ilyenkor, hogy. Elküldöm a megrendelőnek. És utána ő is megnézi. Á, itt így be lehetne beleszólni, egyébként nem nagyon szoktak, tehát hogy, tud, hogy tudjátok így, a, mit tudom én, hogy azt így lehetne mondjuk pörgősebbre vágni, ilyenek nem nagyon szoktak, egyébként nyilván van az én csatornámra, az én stílusomba vágok videót, egyébként amikor meg szoktak, akkor meg megmondom, hogy nem feltétlenül lehetséges, úgyhogy ez, de hogy nyilván azért lássák, értitek, hogy mi került ki, meg mit tudom én, most éppen a Facebook promó videó, abban egy kicsit több beleszólásuk van azért, mert hogy az kikerül hozzájuk is, Uh, úgyhogy az az ilyen nem az egy kicsit más helyzet Azt ma küldtem el uh, Reggel akartam elküldeni, de nyilvánvalóan Pulitron dolgok Úgyhogy, uh, úgyhogy ezt nem küldtem el reggel, csak délután uh... Tehát, hogy gyakorlatilag amikor, amikor zöld utat kap A videóhoz már teljesen kész, ez napok óta fenn van már egyébként a... Uh, még ilyen Facebook promócióval, ilyenekkel dolgozgatunk csak, tehát, hogy... Innentől ez már napok kérdése egyébként, tehát, hogy én, én nagyon szeretném, hogy holnap kimenjen, látok is rá esélyt, hogy holnap kimenjen, de nem uh, omlok össze, hogyha nem megy ki holnap. Hanem csütörtökön, pénteken, valamikor a héten. Oh boy! gyémánt! Oh, gyémánt! Nagyon jó, nagyon-nagyon jó! Ja, megint beletúrtam egyet egyébként. Mint egy teljesen feles... Igen, azt szerettem volna. Ö, mint egy teljesen feleslegesen, de mindegy. Na ezt most nagyon észre kell körbe túrni, amúgy. Mert itt ilyen láva van, meg dolgok. Oké, okay, akkor ezt kitaláljuk. Szóval egy körbásuk, és akkor ez lesz az utolsó gyémánt cuccunk és innen hazamegyünk és igazából annak ellenő, hogy azért egy alap arányaiban azért egy, egy meglehetősen hosszú streamről van szó amúgy. Ö, az Oké, okay, ez, ö, ez elvitte a vizem. Oké, okay, most ez így jó és akkor ezt innen kiszedjük teszünk ide vizet, és akkor az ott úgy kö... De én ezt nem követ szeretnék ide, hanem így... Hanem így... Obszidiánt így oda. A kököszt úgy csináljuk meg, hogy így. Jó, obszidián a helyén. És nem is lett annyira hosszú, hála az égnek, tehát ilyen 15 perc körül van talán. Úgyhogy... És én alapvetően tökre szívesen ki ilyen jellegű videókat egyébként. Nem csak Mátéval, Mátéval is. Beszéltük vele is, hogy ő is nagyon élvezte, én is nagyon élveztem. Uh, de hogy én amúgy tökre, tökre, szí... ha, uh, tökre szívesen csinálnék ilyen videókat amúgy is. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez ilyen minden, tehát ilyen sok aspektusában ilyen tudjátok, ilyen kísérleti dolog. Mindegy. Uh, Kövessenek Facebookon, Twitteren, meg mindenhol igazából, ahol tudtok, mert uh, most már egyik rendszer sem megbízható, úgyhogy bármelyik rendszer eltitkolhatja előletek azt, hogy valami quality content került ki a csatornára, azt pedig nyilvánvalóan senki nem akarná, Úgyhogy vegyétek a kezetekbe az irányítást. Mi a... De mi a... Velem, te ne vitatkozzál játék, hogy oda teszek -e egy blokkot, vagy nem. Szóval vegyétek a kezetekbe az irányítást. aztán jó van. Van egy ilyen harang funkció is a Youtube-on, azt aztán tök fiktív. Tehát, hogy az olyan fiktív barátaim, hogy azt aztán... De mindegy, ettől függetlenül érdemes megnyomni. Csak nem tudom, hogy tényleg csinál -e valamit. Ez ilyen most ilyen nagyon rosszul hangzik, én jelenleg egyébként én ilyen eléggé a csalódott vagyok a YouTube rendszerében, meg úgy eléggé ilyen, nem tudom, ilyen igazából mindegy is mit csinálnak, csinálnak amit akarnak, aztán lesz belőlem, majd valami a végére, és aztán megpróbálok alkalmazkodni, tehát én inkább most jelenleg próbálok arra koncentrálni, hogy csináljak kontentet, tehát gyártsak nektek videókat, és azt, hogy most ezt a videót konkrétan mennyien nézik meg, azon, azon nem görcsölök. Ha görcsölnék, akkor te jó Isten. Na, az nagyon rossz az annak nagyon örülök, hogy most már azért most arra sikerült már így megtanulnom, hogy hogy ilyet nem csinálunk. Ne, ne szedj ki blokkot magad fölött, de én bátor vagyok, engem nem érdekel. Itt a testével hárítja. Én arcba kapom a lávát, és leginkább a fogsorommal próbálom meg visszatúszkolni a medrébe. Nyilvánvalóan nincsenek komoly sikereim ebben a témakörben. Viszonylag ritkán sikerül Vissza volt Mhm. gyémánt uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Igen, igen, nyilván Én hiszek neked, de azért annyira nem, hogy visszamenjek Ugyanis van nálunk 49 plusz 13 gyémánt Nem is lesz annyira rossz Ez a stream, mint gondoltam, hogy lesz Amikor így nem volt egyetlen Egy gyémántunk sem a sehol Leginkább a sehol, egyébként De miért négyet? Mit miért négyet? Mindegy. Szóval a ja, YouTube az most nem egy ilyen fiktív varázslatokat követel, és fiktív varázslatokat hív videó disztribúciónak De hát nyilvánvalóan ők tudják, és egyébként tökre értem, hogy miért csinálják, én mindent tökre értek, csak nyilvánvalóan, amikor az ember hosszú évek alatt épít fel egy követő bázis, és aztán egyszer csak a felület úgy dönt, hogy így, de tudod mit? Volt nincs, akkor ez ilyen nem annyira jó. Vagy nem is az, hogy volt nincs, és akkor így azt mondja, hogy volt nincs, és akkor nincs. Mert hogy az egy dolog, az így feldolgozható, hogy valamilyen rendszer szerint a YouTube úgy gondolja, hogy ez jó. De hogy jelenleg most így van, de még sincs, mert hiába vannak feliratkozva a csatornámra. Ennek ellenére így nem látják ha feltöltök videókat. És akkor így igazából ez tök praktikus. Ez a, le ez a lehető legjobb megoldás. Ö nem. Marhára nem. Marhára nem. Egyébként ez alól mondjuk az ilyen, ilyen speciális videók, ami nem egy gameplay sorozat, meg ilyenek, azok azért alapvetően úgy vettem észre, hogy kivételt képeznek, aztán most már kiderül. Hű, most már kiderül. Ez egy sima beszélgetős live. Nem! Ez egy bányászós live! Ne nevez beszélgetős live-nak, szereztünk alattak több mint egy stack gyémántot. Ami nyilván van, csak a következő... Emlékeztek, hogy nem bányászunk magunk alatt. annyira, tudjátok, amikor így feltételezi az ember, hogy ilyenben már nem halhat bele. És de! És de! Ah. Szóval, az lenne a kérdés, hogy hogyan tudunk... Hogyan tudnánk megtalálni, hogy hol van a hullánk? ez annyira benne volt, ezt annyira megérdemeltem. De nem már 50 gyémánt! Nem is a felszerelésem érdekel! F3, nézzük a koordinátákat. Nem nyílik meg az F3 most már. Ez az F2 volt. Ah, boy. Az a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki most rám teleportál? Nem, vannak mepek, amikkel meg lehet nézni mindenféle dolgoknak a koordinátait. Oké, okay, akkor ezt most nem zárjuk be. How to get coordinates after death? Minecraft Help, last death location, a She died. You might want to try... F3. Srácok, nem F3. Raise minimap-et írják nagyon-nagyon sokan, az nyilvánvalóan nincs már jelenleg. Háááj, ah, amikor az ember már... Most kezdődik a rage, nem. Nálam mikor, nálam mikor láttál rage-et egyébként? Illetve nem lehetne modot telepíteni anélkül, hogy kilépjünk a játékból. Koordinátákat megnézted a lyukban? Ó, ez mondjuk érdekel. Oké, okay. you died, 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 you died. You died, you died. Uh, valóban megnéztem a koordinátákat a lyukban? Én nem láttam a koordinátákat a lyukban 843, 323. Ezt többen írják, csak az a baj, hogy vajon... Uh... Jó, 843, 323. Most, uh, most akkor olyat játszunk, hogy megbízom bennetek. 843, 323. 843, 323, 843, 323, és nagyon futunk. Hopp, viszünk hozzá valami eszközt. Ah, hát ezek mind hasznosak. Ezt visszük, ezt visszük, ezt visszük, és visszük ezt. Jó, látunk, kaja. Viszünk kaját. A, ah, viszünk kiló kenyeret. Jó, a 843, 323, 843, 323. Az nincs is messze egyébként. Jó, közel se. Um. Igen, az jó, nagyon király. A tedik az idő akkor is, hogyha ott vagyok mellette meghalva. Ez felvetődik a kérdés, mert akkor nyilván nem lesz meg. Mettem hát volna vonattal is, egyébként. Game mode egybe megy, ne, 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 nem csalunk, azért ma a múltkor csaljtunk. Tök rosszul érzem magam egyébként, azért ma a múltkor csaljtunk. Nyilván jó, rosszabbul érzem magam azért, mert idióta vagyok, és olyat csinálok, amiről clearly tudom, hogy... Nem, egyébként bevallom őszintén, azért nem éreztem ezt a parának, mert hogy... Hát azt hittem, hogy már nem lehet be meghalni. Mert mint hogy azt hittem, hogy már így kilóg, ki, kitol gyakorlatilag a cucc alól. Értitek a dolgot? Nem fog lejárni az időm! Hatalmas küzdelem lesz! avion a 0 hétek ismét szépen köszönöm a donation-t! 3 háromba megy vissza és dobja 8 diát érte! Nop! Nop 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 Nem igazából ha ez közös és azzal sincs nagy baj nyilvánvalóan megérdemlem mert én vagyok idióta de hogy Hű azért ilyen messzire a Mondjuk egyébként nagyon hosszú járatok a katástunk. Jó 843 Oh boy Hát ez még egy az még elég messze van Ó, ez még csant is van. Te durva. Ne, ne esteledj be. Könyörgöm. A senkinek nem lesz jó, te most beesteledsz. seneket senekem. Spotify nekem. Spotty Premiumot lehet -e ingyen szerezni? Szerintem nem azért Premium, lehet ingyen szerezni. Mert hogy uh, nekem logikailag az így nem, az nem adja ki. 600, még 200 blokkra van. Még mi meghaltál? Igen! De most, most aztán tényleg az én bénaságom volt. Tehát, hogy 843, 323, ne csak ne legyen víz alatta. Vagy fölötte. Mert ez nem teszi könnyebbé az életünket. 843. Menj már a rép? Ez még egy százas. Jó, ott nem lesz víz. Csak egy egész stream menne kárba. Ez egyébként igaz. Nem, ez nem igaz, mert mentettünk út közben. Jaj, nem akarok még egy streamet egy egyben elveszteni. 800... 40... 45, 46, 40, 40, 43, 3, 23. Oké, okay, és akkor most a másik irányba játsszuk el, ugyanezt egyébként. És hol vannak a cuccaim? Szerintetek eltűntek már? tanulságos leckék ezek az epizódok, azt kell, hogy mondjam, mindenféleképpen tanulságos leckék. Mindegy, igazából ennyi idő alatt találtuk meg a koordinátákat, tehát hogy, hát mondjuk, hogyha nem volna, akkor jó, ja, ez mennyi volt? Ez 60, ez 64 év ment. Volt. Ez egy ilyen csekeny, nem érdekel. Szerintem nem gyaloglok haza, nem megalom magam itt közben valahol. Ez nem a... Ez nem az én időszakom ebben a Minecraft sorozatban, azt kell, hogy mondjam. Egyébként nem azt kell, hogy mondjam. Na, én egyébként valószínűleg fogok ott keresni streamen kívül, viszonylag t -t -t, arányaiban gyorsan megy amúgy a dolog. Mm. Nem fogom addolni, nem, Viszont fogok most, uh, fogok most valószínűleg ott keresni streamen kívül, mert uh, én még egyszer nem ülök le keresgélni. Ráadásul függőlegesen ásásba, értitek? Ki hal meg függőlegesen ásásba? Ez az első dolog, amit a minecraft megtanul valaki. Ne lögdössé, mert hamarabb halnék meg, ha nem tennéd. Ez a legesleges, leges, legelső dolog, amiben meghal valaki. Uh, nem fogok addolni, fogok a játékon kívül keresni, mert jó, most végigfarmoltuk ezt, jó buli volt, köszönöm szépen, többet nem jövök. A uh, hogy közben egy dolgokat csinálsz, de durva. Na ide, egy dolgot meg akartam még nézni, aztán mondom, hogy nem vagyok egy kicsit szomorú. Dühös magamra. Nem is szomorú, dühös magamra. Mert hogy csak annyit kellett volna tenni, hogy a szabályt betartok, amiről tudom, hogy be kell tartani. Ismerem a szabályt, léptet, hogy igen, csak annyira régen nem haltam meg benne, hogy már így, mint egy nem foglalkoztam vele de végül is emlékeztetőnek nem rossz. Nyilvánvalóan sikeres, sokkal szívesebben haltam volna meg, nem 75 gyémánta a nálam, de hát nem lehet minden tökéletes. I have you covered. Kinga, of... <laughs> sajnálom, van szerencsés streamek ezek mostanában, de attól még jó volt a live. Én annak igazából már bőven örülök, hogyha ti tetszett a dolog. Én bevallom őszintén nagyon-nagyon élveztem, hogy nagyon, nagyon, szeretem a beszélgetés központú streameket. azt jobban szeretem, ha nem vagyok idióta közben. A két box, a két box sem nagy para, azt is vissza. Úgy is mennünk kell szárnyért, szóval hozunk pár boxot is. Hozunk pár boxot, értitek? Úgy is mennünk kell. Oh Baj. nincs semmi cuccom. Viszont, ö, Viszont ezzel szerintem elérkeztünk ennek a mai a végéhez. Fogok majd gyémántot keresni, nem feltétlenül ígérem meg, hogy a következő adásra most ilyen nagyon gyorsan, gyors lesz pár gyémántom. A... Mindegy is, mindegy is. Ennyi lett volna mára? Nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok abban, azért jövő tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, főleg ha ez a halál rész tetszett, ez nagyon nagyon prima volt. Nem sokára ismét találkozunk. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz csütörtökön. Bár most nem tudom, hogy miért nem, de tudom, hogy gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy nem lesz csütörtökön. De lehet, hogy lesz. Tehát, hogy ha nem lesz más programok, akkor nyilvánvalóan lesz csütörtökön stream. Szóval, mindenkinek jó éjszakát és kellemes hetet. Nem sokára ismét találkozunk. Sziasztok!